thank you Üdvözöllek a BMW-ben Magyarország első és egyetlen sorozat terápiáján, ahol senkit sem szeretnénk kikúrálni, sokkal inkább tágítani a popkulturális teret, és megismerni olyan dolgokat, amik színesebbé tehetik az életünk. Mert a mai túlzsúfolt inger gazda környezetben kell egy hely, ahol segítenek elnavigálni a hatalmas kínálatban, és ahol feldolgozhatjuk a héten tapasztaltakat. A mai adásban beszámolok arról, hogy mekkora csalódás volt a 2022-es D23 Expo, valamint arról, hogy már fél évvel indult Magyarországon az és hogy milyenek az első tapasztalatok az első fél év alapján. A mai adás címlapján a Cobra Kai lesz, sőt, ezen kívül még hallhatsz az Amazon, a Sárkányok háza, valamint a Verdák az úton legújabb részeiről is. Tarts velem ma is a következő bő egy órában. Polkultúrára fel! A következő műsorszám meghallgatása mindenki számára ajánlott. Együttműködő partnerünk a Kultri.hu Magyarország első digitális képregény platformja. GNA, brain new voice. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez itt a JNA Brand New Voice Magyarország első és egyetlen sorozat terápiájával senki sem szeretné kikúrálni, sokkal inkább átadni azon sorozatok iránti szenvedélyünket, amiket érdemes nézni, hiszen ma már iszonyatosan könnyű eltéveszteni a helyes javasolényeket ebben az elképesztően brutális streaming világban, és csak úgy, mint idén a legtöbb adásban, szerintem az idei, vagy ezen a héten is rengeteg streaming témával fogok jelentkezni, mert csak azért is, mert megmondom őszintén, hogy, hogy, nem tudom, hogy tudtam volna -e ennél nagyobbat csalódni a D23 expo mint amekkorát sikerült idén csalódnom, mert mert ahhoz képest, hogy arra vártam, meg arra számítottam, hogy ha ez a Disneynek a századik születésnapja, akkor itt majd sorra jönnek a nagy bejelentések, a nagy bombák, amitől mindenki eldobja az agyát. Ezzel szemben kaptunk valami olyan dolgot, amire azt mondtam, hogy what the fork volt ez. A probléma ezzel az egészszel az, hogy, hogy tényleg nem nagyon voltak olyan nagyon nagy bejelentések, kaptunk egy csomó előzetest, egy csomó tök jó előzetes egyébként, néhány, néhánytól inkább így a fejemet uh, vertem a falba, hogy ezt, ezt, komolyan gondolták? Volt, volt néhány érdekesség, viszont volt néhány jó trailer másoktól is, például ugye a Star Trek napot is mostanában ünnepelték, és láttunk a Pikátból egy első bepillantást, ha úgy tetszik, ami, hogy mondjam, tehát belőlem mint pláne egy új nemzedék Startup Rajongóból olyan érzéseket váltott ki, hogy Uram Isten, hagyjátok már itt ezt a februári dátumot, és most már csak egyetlen egy dologért tudok imádkozni, nevezetesen azért, hogy a Picard harmadik évadára, az a február közepi világpremiére, nálunk már legyen egy Sky Show Time, ne kelljen letölteni minden egyes epizódot, hanem csak benyomom, és ott fogom nézni ezeket sor, az, az, új szezont, mert szerintem egyébként baromira érdekes lesz, és iszonyatosan izgalmas. Úgyhogy nagyon-nagyon bejött nekem ez a, ez a trailer, olyan szinten olyan dolgokat pengetett meg bennem, amikre, amikről már nagyon-nagyon régen nem tudtam. Mert a modern Star talán tényleg az elmutató egyébként nagy általánosabb a véve, hogy szerintem azért a Strange New Worlds az egy mocskos jó sorozat, ez áll a legközelebb ahhoz, ami számomra a Star et jelenti. Nyilván azért egy kicsit akciódúsabb, nyilván egy kicsit modernebb, meg minden, ami abból a szempontból probléma, hogy azáltal, -e, hogy modernizálni próbálod a szerteket, pontosan azokat a dolgokat veszed ki belőle, ami a szerteket szerteket teszi, ez egy teljesen más kérdés. A Strange world szerintem azért megvolt úgy alapjáraton minden, úgyhogy amiatt nem kellett aggódni. Szóval a mai adásban mindenféleképpen mindjárt szó lesz a D23 expo valamint arról is, hogy már fél éve indult el Magyarországon az HBO Max, és akár hiszed, akár nem, de fél évükbe telt, hogy kitegyenek egy heti premier listát, ami most hétfő reggel végre megtörtént nem is értem, hogy miért hétfő reggel, és miért nem hétvégén teszik ki az ilyet. Na mindegy. Szóval, hát igen, mert értem, azt, hogy miért hétfő reggel teszik ki, de nem igazán értem, mert tök jó volna, hogyha az ember így nem hétfő munka közben kezden el hogy ó, basszus, ez is lesz, ó, ez is lesz, akkor ezt hova, hova fogjuk tudni majd betervezni. Hát mindegy. Lényeg a lényeg, hogy szerintem ez, ez én, ez én, ha én lennék az HB Max, -ok, akkor én biztos, hogy péntekenként tenném ki, mert, mert oda való, vagy legr legrosszabb esetben is szombatra tenném ki, csak azért, hogy a néző fel tudjon készülni. Egyébként a Disney Plus is valami ilyesmit csinál, azt hogy péntekenként teszik ki ezeket a dolgokat, és baromira jó, és baromira hasznos. Az, az, azt inkább nem kommentálnám, hogy az HBO Max miót, vagy az HBO Max és az HBO Go mióta van Magyarországon, és hogy tulajdonképpen fél évvel a Max indulásába tellett, mire éltetünk arra a szintre, hogy egyáltalán kitegyenek egy ilyen listát heti nézni valókkal, vagy premierekről, ami legalább egyféle vagy folytája módja annak, hogy reklámozzanak valamilyen szinten. Azok a friss megjelenéseket, amik a héten kerülnek fel a kínálatba. Nyilván itt ilyenkor mindig mindenki más fog kérdezni, nyilván egy több macerát fog majd jelenteni, de szükség van rá. Úgyhogy, úgyhogy ennek mindenféleképpen nagyon örülök. A mai címlap szerint szerintem teljesen egyértelmű, hogy a Cobra Kai 5. évada lesz. Megnéztem ugyanis az egész évadot, és hamarosan szó lesz róla. A kibeszélőben pedig a Verdex utakon, ami a Disney Plus DN debütált, és amiből végre kiderült, hogy ki is veszi át si Károly halálát követően Matuka szerepét. Nos, Forgács Péter szerintem egy elég meglepő választás volt, akár engem mindenféleképpen nagyon meglepett. Az Amazon ügyvéd és a Sárkányok házának a legújabb epizódja kerül kibeszélésre, illetve még mielőtt becsapnánk mindezen témákban, még NFL-ről szeretnék egy-két röpke szó gondolat erejéig itt megmaradni. Elindult a 2022-es NFL szezon egy elég izgalmas mérkőzéssel, már ugye ami a csütörtökesti rangadót illette, ami még az nem n került műsorra. Jövő héttől ugye csütörtökesti rangadók, tehát szeptember 15-től már az Amazon Prime kínálatában lesznek elérhetőek. Magyarországon sajnos úgy néz ki, hogy nem. Legalábbis mi nem nagyon kaptuk meg azokat a dolgokat, amik, amik indukálnák azt, hogy ez megtörténik. A Buffalo Bills pedig a Super Bowl bajnok Los Angeles Rams-t tulajdonképpen felgyarulta velük az egész pályát, 31-10 arányba tudott Josh Allen és a Buffalo-i gárda diadalmaskodni ezen a találkozón, aminek én nagyon örülök, mert egyrészt Josh Allen tényleg szerintem a liga egyik legjobb játékosa, a Buffalo Bills pedig szerintem a liga egyik legjobb csapata most már legalább harmadik éve folyamatosan ott vannak. Azok között, akikre én azt mondom, hogy simán Super Bowl esélyes csapatokról csapatként kell gondolnunk rájuk. És ez volt nyilván, elég egy meglepő és érdekes dolog az elmúlt héten. Most nem feltétlenül arra gondolok, hogy a Miami elverte 27-re a New England Patriotsot, mert hát igen, ezt mindig tudtuk. Meglepő, és nyilván nem esik annyira nagyon jól, de azért olyan túl nagy meglepetés nem tudott okozni szerintem ez a dolog. Az, hogy a New Orleans és az Atlanta véremenő küzdelemben 27-26-ra tudott nyerni, az már egy kicsit másabb kérdés volt. Az, hogy a Frisco kikapott a Chicago Bears 10-19 arányban, szintén nagyon-nagyon meglepet. Az, hogy a Cleveland Browns legyőzte a Carolina Panthers 26-24-re szintén meglepő volt. Az, hogy az Indianapolis Colts és a Houston Texans az első fordulóban Hosszabbítást követően is 20-20-as döntetlen tudott játszani, az wow kategóriás. Az, hogy a Pittsburgh lenyomta a tavalyi majdnem Super Bowlba jutó, tehát AFC Championship-et játszó a Cincinnati Bengals csapatát 23-20-ra, durván meglepő szintén egyébként hosszabbítás során történt meg ez a dolog. Szerintem volt még egy-két nagyon-nagyon meglepő dolog, például a Tennessee kikapott a Giants-től, a Kansas City nyilván felmosta az Arizonával a padlót, amiben semmi meglepő nem volt, a Chargers pedig legyőzte a Las Vegas Raiders-t, a Green Bay viszont kikapott a Minnesota Vikings-től, ami szerintem a legnagyobb meglepetése volt ennek az egész fordulónak, az 193 ra pedig tudott nyerni Tom Brady a Dallas Cowboys ellen, abban nem nagyon volt meglepetés, abban már inkább, hogy dobott egy egyetlen touchdown dobott, és volt egy interception is, illetve volt egy kihagyott mezőngól kísérletük is, ami azért szerintem eléggé meglepő volt, viszont nekem nagyon tetszik továbbra is a tampának a védelme, szerintem ők még mindig nagyon jók. Egyelőre nem érzem azt a, az offense line-on, hogy, hogy ők nagyon-nagyon összecsiszolottak volna, Julio Jonesnak nagyon nagy szerepe volt ebben, a, ebben az egész történetben, illetve hála az égnek azért Mike Evans is, ő kapta Bradynek Brady, Brady az első idei touchdown passzát, úgyhogy ennek mindenféleképpen nagyon örültem. És, és úgy összességében véve ez az, az egész találkozó szerintem egy ilyen tökre jó kis mérkőzés volt, meg, meg tényleg nagyon-nagyon lehetett élvezni. Az egésznek meg volt a maga hangulata, nyilván lassú volt, meg nyilván nem volt annyira látványos, mint amennyire számítottunk volna rá, de legalább megtudtunk egy-két dolgot, hogy mi hogyan fog kinézni ebben a szezonban, és nem csak a tampánál, hanem mindegyik másik csapatnál is. Nyilván az első hét az még döcögős, és lesz ez még jobb is, mindenkire vonatkozik ez a kijelentés. Az, hogy, kikapik, azt, hogy kikap valaki az első héten, az még nem jelenti azt, hogy nem fogja megnyerni a szezont, vagy nem lesz belőle a következő Super Bowl bajnok. Csak úgy hallgatja meg. Nyilván valamivel kisebb az esélye, de azért ez még csak egy forduló. Nem omlik össze a világ, hogyha valaki nem nyer, úgyhogy nem szabad feladni. Tessék reménykedni, bármi megtörténhet még. De azt azért hallgatja meg, hogy számomra egyébként a Disney Plus de abban a szempontból volt megint csak csalódás, hogy, hogy azt hittem, hogy akkor, ha nem is feltétlenül minden szinkronnal fog debütálni, de azért ennyi a több dolog fog szinkronna debütálni, és azt nem értem abszolút, nem tudom hova tenni, hogy miért pont a Pistols. A, ugye az ex pistolsról szóló sorozat volt az, ami megkapta ezt a szinkronos kitüntetést, ha úgy tetszik. Én, én egészen más produkciókra számítottam, én, én mondjuk nem hittem volna azt, hogy a Michael megmerik tenni ami egyébként rajta volt az országos plakátokon és a Disney Plus napot reklámozva, hogy, hogy nem lesz szinkron, az esküvői, az esküvői dolgon sorozaton ott, ott, már egy kicsit bizonytalanabb voltam, hogy fogja -e kapni szinkront, mert igazából van rá potenciál, hogy, hogy mivel egész évados, ezért, ezért nem fog szinkront kapni, hanem majd valamikor érkezik jeligével fogjuk megkapni ezeket a dolgokat, tehát ez, ez abszolút benne van az esküvi szezonban, ami teljesen okés. Okay Viszont az, hogy az összes egyébként tökéletesen érdekes volt, mert például a Mike is, meg az esküvői szezon, meg a mi is volt a harmadik a Verdák az úton is, azt hiszem elérhető volt, meg, meg talán a dokumentumfilmek is, mintha elérhetőek lettek volna már éjféltől, vagy legalábbis hajnalban már elérhető volt, míg a két film, a Pinocchio és a Tor szerelmes mennydörgés, azok, azok például csak 9 után váltak elérhetővé. A Pinocchio egyébként rémes review-kat kapott, úgyhogy, úgyhogy az 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 úgy, az úgy alá maradt, majd, majd, valamikor a héten megpróbálom azért megnézni, mert érdekel, meg hát azért Gepetto az Gepetto, nem mi Tom Hanks, szóval, Tom Hanks miatt mindenféleképpen. A legnagyobb család szerintem mindenféleképpen az volt, hogy a Simpson család üdvözlet a klubban című rövid filmecské, ami három, mindössze három perces volt, érted? Hat tekercs, legrosszabb esetben is, nem kapott szinkrant, nem, nem tudom hova tenni, hogy egy Simpson családdal, hogy merik ezt megtenni, de úgyis csak léza kellett volna hozzá, szóval meg, meg, egy csomó ilyen klasszikusabb gonosz tevő a Disney világából. Szóval az, az nekem nagyon furcsa volt, és emiatt nekem ilyen nagyon felemás érzéseim voltak ezzel az egész Disney Plus nappal, mert arra számítottam, hogy ha már egyszer országosan reklámozzák, akkor itt lesznek nagy duradások aztán az aztán az eszembe azt kaptuk, hogy hát volt is, meg nem is volt, és hát igazából menjetek a búzsba, kategóriás volt a dolog. Az, hogy a Mike nem kapott szinkronot, az nekem mindenféleképpen egy kicsit azért eléggé fájó, és ez most egy kicsit így megzavarja az én kis, nem is tudom, lélekállapotom, vagy lelkiállapotomat. Az, az, hogy a túlélő zóna meg a a, nem is tudom, mi volt a másik a címe, a Tierra Incognia, vagy valami ilyesmi, amik ugye nem európai, vagy nem angol nyelvű sorozatok, ők például nem kaptak szinkron sem, ami, ami, azért megint csak felcseszett egy kicsit idegileg, mert hát azért azoknál meg aztán végképp kellene, ráadásul elég érdekes a koncepció ahhoz, hogy az szerintem nézze, de hát kapod, amit látsz, és egyelőre, egyelőre ezeken a területeken még nem sikerült úgy muzsikálni, szerintem legalábbis. Viszont a héten felkerül a Tisziszesz, aminek én örülök, mert ez azt jelenti, hogy a második évattól kezdve fogom folytatni a sorozatod, végre valahára egy hat év után kb. Úgyhogy, úgyhogy tök jó, tök jó hét lesz, más szerintem nem fog érkezni a héten. Viszont gyorsan, mielőtt belecsapnánk ebbe mai lecsóba tényleg, elmondom azt, hogy miket láttam, de szerintem szinte majdnem felsoroltam az összeset. Szóval megnéztem egy nap alatt a kobrakáinak az ötödik évadát. Szerintem nem fog senkit meglepni az, hogy imádtam, szerintem baromira jól működő szezon volt. Kicsit olyan érzésem volt, mintha ez lett volna az utolsó évadnak tervezve, de közben meg valahogy a vége az mégiscsak kicsit ellentmond ennek. Val valahogy sikerült ugyanazt csinálni, ami miatt nekem a kobrakája az egyik kedvenc netflix sorozatom tudott válni, vagy éppen mindig is volt. Nem, nem tudom, mi a helyes megfogalmazás, mert ugye a YouTube Redden debütált, vagy mi volt annak a neve. És, és nekem az első évad az már kapásból egy olyan sztori volt, hogy wow! Viszont amit, amit szeretem a Kobrokálynál jobban senki nem csinál semmilyen sorozatban, az az, hogy baromira jól tudja ötvözni a felnövés történeti leszkéket, baromira jól tudja ötvözni a bosszúnak a jellemzőit, illetve ezeken kívül megvannak benne azok a kötelező dolgok, hogy pokolja jól működik benne a dráma, tele van akcióval, és valahogy mindezt a, három, mindezt a két dolgot még meg tudja spékelni egy csomó szappanoperes elemmel, aminek köszönhetően egy olyan nézhető elegyet kapsz, ami, ami tökéletes bingvacsolásra, és ami, aminél tényleg időtlen időket akarsz eltölteni ennek a sorozatnak a világában. Miközben vannak olyan történetszálak, ami egyébként, hogyha, hogyha nem bingvacsolva néznéd, gondolok itt például Miguelnek a mexikói történetére az apjával, akkor valószínűleg azt éreznéd rajta, hogy, hogy hát ez így what a fuck volt. Tehát, hogyha hát nézném, akkor tök másképp reagálnék rá, mint, mint ahogy egyébként reagálok rá. És ez azért is lesz nagyon aggasztó, mert hogyha kap hatodik évadot, akkor a Netflix annak az érájából lesz már, amikor a Netflix sem bingvacsolva fogja kitenni a produkcióit, ergo meg kell várni, amíg a kifut. ...nak. Aminek vannak előnyei és vannak hátrányai, erről majd egy kicsit később lesz szó. Szóval nagyon szerettem a Kobrokának az ötödik évadát is, meglepő mód. Megnéztem az Amazonnak a negyedik részét. Megmondom szintén, hogy nekem ez már egy kicsit olyanabb volt, amit én jobban szerettem, amitől szerintem jobban működött. Ez a sorozat, vagy amilyennek elképzeltem eredetileg, megnéztem a Sárkányok Házzának a negyedik részét, ami hát um, finom a legalább erotikus volt. Vagy legalábbis a szex központi témája volt ennek a történetnek, ha már sárkány nem kaptunk belőle vagy benne. Illetve ezeken kívül ugye láttam a hatalomgyűrűit az előző adás óta, amit nagyon-nagyon amit szerettek továbbra is. Sőt, igazából így belegondolva egyébként csak egy mondatot erről, hogy szerintem a gyűrűkora a hatalomgyűrűi harmadik részében millióval több minden történt, mint a Sárkányok negyedik részében. A Sárkányok negyedik része azt jelenti csak annyit tud felmutatni, hogy volt benne egy-két erotikus jelenet. Kis túlzással, de mondjuk, mondjuk rá azt, hogy voltak ilyenek. Aztán befejeztem a Good trouble az első évadat, de szerintem erről beszéltem már múlt héten, vagy ezt említettem múlt héten, és majd, majd szerintem a következő, vagy az az utáni adásban, mindenféleképpen még a 11. évad valamelyik utolsó adásában szó lesz a Good Trouble-ről is, úgyhogy érdemes lesz velem maradni ahhoz is, hogyha valaki tudni szeretné, hogy mennyire is imádom ezt a sorozatot. És most csapjunk is bele gyorsan a lecsóba, mert még mielőtt a címlapra lapozhatnánk, van néhány óriási téma, amiről mindenféleképpen beszél. Az egyik az természetesen az, hogy óriási csalódás volt 2022-ben a D23 Expo, azaz a Disney saját bejáratú Anaheimi elképesztően nagy, szuper relativuszokban megálmodott rendezvénye, háromnapos rendezvénye, ami hát tulajdonképpen a fejemet vakartam, és nekem a legjobb dolog ebből az egészből, ami kiszivárgott, az körülbelül egy ilyen két perces dolog, amikor a Harrison Ford a színpadra ment, és, és, mondta, hogy hú, hát többsz többször, nem dörök nektek, gyerekek, ez az utolsó, tényleg, tényleg, soha többet nem játszom el Indiana Jones-t. Még egyszer nem húztak rá, vagy nem vesztek rá erre Dologra. Ugye 80 éves elmúlt már, ha jól emlékszem, Harrison Ford, és, és azt mondja, hogy egy ilyen kikész filmet fogunk kapni. Hát hiszem, ha látom, egyébként levetítettek valami kedvcsinálót ott a zenehelymi közönség számára, ami szerintem egy baromira jó dolog. Nyilván nekünk ezt nem fogják még megmutatni, én azon sem lepődnék meg egyébként, hogyha nagyon messze van egyébként a filmek a bemutatója a jövő nyár, ha jól emlékszem. Szóval engem az se lepne meg egyáltalán, hogyha nem kaptam belőle semmit egészen. Mondjuk, mondjuk, szerintem, hát hogyha idén akarják debütáltatni, akkor mindenféleképpen a New Yorki komikoron kellene Debitáltatniuk az Indiana Jones-ötöt. Ha viszont ott nem debütál, vagy akkoriban nem debütál a trailer, akkor nem tudom, hogy mi lesz. Egyébként nekem ez volt a legnagyobb bajom ezzel az egész D23 Expo-val, hogy semmiféle új projektet nem jelentettek be, úgy Isten igazából, semmi meglepő dolog nem történt. Kaptunk első betekintéseket, láttunk projektekből, pontosabban nem is feltétlenül mi láttunk, hanem az anaheim közönség látott belőle előzeteseket, ami nagyon jó, meg tényleg tök jó exkluzív dolog, csak két dolog problémám van nekem személy szerint ezzel. Az egyik az az, hogy vannak egy csomóan, akik, akik rengeteg pénzt fizettek a szállásra, az úti költségre, meg stb. azért, hogy ott legyenek el a helyben amikor bejelenték majd a Fantasztikus négyest, vagy bármi egyebet, ami az embereket érdekli. Actually érdekli. Ezzel szemben csak rohadt trélereket kaptak. És hát nem, nem tudom, én, én, hogyha, hogy mondjam, hogyha, hogyha én elmentem volna Anaheimbe, és, és csak trélereket kapok, meg, meg ilyen első betekintéseket, és semmiféle exkluzív hírt a, századik, a stúdió fennállásának századik születésnapja környékén, akkor én valószínűleg úgy kiborultam volna, mint a húzat. Ütöttem volna, csapkodtam volna, és zúztam volna mindent, mert, mert semmi volt ez a felhozata. Én nagyon élveztem egyébként a trélereket. nagyon-nagyon élveztem azokat, amiket a Pixar-nál bejelentettek. Van egy olyan Disney projekt, vagy több is, aminek, amit nem tudok hova tenni, de, de az, hogy tényleg trélereket kaptunk, azért az egy kicsit nevetséges a sikeredet. Mert csak azért is, mert ezeket lényegében ez nem is kell semmiféle rendezvény igazából, hogy ezeket a trailereket bemutasd online, és valószínűleg nem is, nem is a komikon környékén fog majd a, a New york komikon környékén fog ősszel, októberben azt hiszem. De ez a dolog, hanem, szerintem, hogy valamikor egy tök random nap kidobják hogy ah, jön, jön végre, elérhetővé tesszük nektek a trailert, mondjuk egy hónap múlva. Te, tehát én valami is mit el tudok képzelni, de, de azt semmiféleképpen sem látom racionálisnak, hogy hogy, hogy, hogy ennél több minden történjen. Mert uh, igazából nincs jelentőség egy trailernek, hogy mikor dobott ki. Tehát az embereket nem az fogja érdekelni, hanem nyilván az, hogy mennyire lesz jó maga, vagy a tréler, vagy maga a film. És azért az átlag moziban nem biztos, hogy annyira fogja érdekelni azt, hogy Tényleg most, hú, most van egy ilyen convention, és akkor most itt kell debütáltatni ezeket a dolgokat, úgyhogy eh, mindegy, nagyon-nagyon rossz volt, maradjunk ennyiben. Iszonyatosan feleslegesnek éreztem ezt a D23 expo Té Tényleg olyan volt, mint hogyha, mint hogyha Disney összehívta volna a rajongóit, hogy, hogy gyerekek, fizestek már nekünk egy kis extra lóvét, aztán majd, majd mi megmondjuk, hogy mi a tuti, és, és az, az, ami a tuti, az igazából egy ilyen smack, tehát, sem semmi értelme nem volt. Ez, ezért nem kellett volna egy háromnapos rendezvényt csinálnatok Annaheimben, ezért nem kellett volna azt csinálni, hogy csak bizonyos panelek lesznek uh, livestreamelhetők, hanem, hanem azt kellett volna, a gyerekek, mi vagyunk a Disney, tök jó fejek vagyunk, nagyon örülünk egyébként, hogy eljöttetek. Idén kivételesen mindenki megnézheti ezeket a paneleket otthonról élőben. Szerintem ez lett volna baromira jó fejség. Ezzel szemben igazából az egyetlen jó fejség, amit kaptunk, az az, hogy fölkerült egy csomó produkció, ami hamarosan, azt még idén érkezik a Disney Plus-ra, és ott ugye látod őket a hamarosan fülben, és hogyha rákattintasz a, a, képükre, akkor betölti az előzetesüket. Ennek értem, amiben meg is néztem néhány előzetest, és hát némelyiktől nem dobáltam nagyon hátosokat. Talán, talán legszórakoztatóbb mindenféleképpen a télapuké volt, mert ott Peyton Menik volt, ő poénkodott, és nyilván Tom Bradyvel is poénkodtak, ami szerintem fenomenálisan zseniális volt. Mint erre -el rajongó, végképp nagyon-nagyon örültem annak, hogy megmertek húzni ilyen lépéseket, és egy amire szórakoztató filmet fogunk majd kapni Timelennel. Idén, ha jól nem szó, novemberben fog majd érkezni ez a produkció, production, és, és szerintem baromira érdekes lesz. Illetve fölkerült egy előzetes, az nem tudom egyébként, hogy már korábban kikerült-e, vagy ez szintén most a hétvégén került föl. Eddig még egyszer sem kattintottam szerintem rá ezekre a képekre, mert nem hittem volna, hogy bármi is lesz. Na mindegy, szóval kattintottam ezekre a képekre is, és láttam azt, hogy a Nemzet Aranya a történelem peremén, azt hiszem ez a szalcíme, szintén kapott egy, egy relatíve jónak tűnő előzetes nem lesz annyira nagy szám, mint a filmek voltak szerintem, hanem, hanem ez egy ilyen korrektiparos munka, de nem fogja megközelíteni az elveszterekék fosztogatói szintjét, vagy az elveszett, fosztogatói szintjét, vagy bármelyik másik kalancsorozatét, nem mit, hogyha olyan sok kalancsorozatot kaptunk volna az elmúlt Pff nem tudom, 25-30 évben. Úgyhogy igazából nagyon alacsonyan van a léc, ugyanúgy, mint hogy a fantasy-nél is. Szerintem nagyon-nagyon alacsonyan volt például a Will of Time-nál a léc, mert tényleg az elmúlt nem, nem, nagyon kaptunk, nem volt túl tengés fantasy sorozatokból, és ennek köszönhetően még, még, jobban felértékelődött, és szerintem a vaják is valahol ezért lehet valamennyire sikeres, ha, ha lehet ezt a két dolgot így összevonni, bár, bár, én azért a vajákat nem biztos, hogy annyira fantasy titulálnám, mint, mint amennyire, de, de azért az is valahol az. Szóval ja. Zongerázzuk gyorsan végig azokat, milyen dolgokat jelentettek be, mert uh, tényleg annyira túl sok izgalmas dolog nem volt, amiről nagyon szerettem volna beszélni. A legérdekesebb vagy legmeglepőbb dolog az mindenféleképpen az volt, hogy 2024 ben a Pixar bejelentette az agymanok második részét, ahol elviekben csak Amy Poehler fog visszatérni, ugyanis a többiek azt, azt uh, pletykálják róluk, hogy, hogy, nekik nem ajánlottak olyan nagy összeget, és azért azt mondják, hogy itt a középsőjünk tessék, meg lehet enni. Uh, Meglefrov fogja írni ezt a filmet, és Mark Nielsen fogja majd rendezni, az agymanok második részét. Hát a lecke alaposan fel van mert az agymanok az talán a Pixar legjobb filmje, de ha nem is a legjobb, akkor csak a top 3-ban kell, hogy legyen mindenkinél az egyik legmeghatóbb, legszomorúsa, legszomorúbb, leg nem tudom milyen produkciója volt. Úgyhogy, úgyhogy engem ez speciál meglepet, hogy folytatás fog kapni. Nyilván időszerű volt már, de, de nem nagyon örülök neki abban a szempontból, hogy a Pixar nagyon sokáig nem nagyon csinált folytatásokat. Nagyon-nagyon kivételes esetben ugye Toy Story és a Verdák kaptak esetleg folytatásokat. Nem nem, 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 tudom, mert ilyen alapon a Volit is lehetne folytatni, esetleg a Felt is lehetne folytatni. Szóval nagyon sok mindent lehetne még csinálni, meg folytatni, de, de, engem jobban érdekelnek azok a projektek, amik, amik majd ilyen alapulnak mint például az elementál, ami ugye június 16-án fog majd érkezni, viszont a Dino Tesó rendezőjétől, szontól, ami hát, hogy mondjam, nem igazán tudom hova tenni, hogy ennek mennyire, mennyire várom, mert a koncepció ez zseniális. Tehát Element City nevű nagyvárosban játszódik majd a történet, és találkozunk egy ember tüzes karakterrel, valamint egy Wade nevezetű hűvös, ilyen vízi jellegűbb történettel, akiket a különbözőségeik ellenére fogják majd felfedezni egymás erényeit, illetve hasonlóságaikat, meg stb. Szóval baromra jó koncepció, még mindig nem látunk belőle semmit, még mindig nem tudunk semmit az a világon, hogy Isten igazából ezen a mondaton kívül, úgyhogy bármi, bárhogy elsülhet. Illetve 2024 tavaszán fog majd érkezni az Elio című produkció, ami egy Elió nevezető fiatal srácról fog szólni, akit áttransportálta magát, vagy éppen őt áttransportálták a galaxison, és összetévesztették a Föld bolygónk intergalaktikus nagykövetével. Hát jól hangzik, Amerika Ferrara lesz az egyik főszereplője, illetve Elió szerepében majd Jonas kibrább lesz majd hallható, és Adrian Morena fogja majd rendezni ezt a filmet. Kíváncsi várom, hogy mi fog majd ebből kisülni. De aznak mindenféleképpen nagyon örülök, hogy, hogy 2024-ben megint két Pixar filmet fogunk kapni, ugye az Elió tavasszal, és nyáron pedig majd jön az agymanók második része, ez mindenféleképpen egy iszonyatosan pozitív dolog illetve láttunk egy képet, még mindig csak képnél tartunk, ezt hiszem. A Villon Lucy műsorozatból, ami majd 2023-ban fog érkezni a Disney Plus-ra, én mondjuk szeretném azt, hogy ne az év második felében, hanem inkább minél előbb érkezzen, mert baromira kíváncsi vagyok rá, hogy hogyan fog majd elsülni ennek a Pixar nevezetű baseball csapatnak a története. A Pixar elmesélésében ugye ez lesz az, az első egész estés idézőjeles sorozata majd a Pixar stúdiónak, ami nem tudom egyébként, hogy tovább sem, hogy hogy kell értem, ez 40 perces lesz, inkább egy ilyen dramedi jellegű dolgot kell majd várnunk, mert ugye ott van a szörnyerté is, vagy ez, vagy ez igazából azért lesz különleges, mert ez az első eredeti ötleten alapuló Pixar sorozat, szóval nem, hogy meglátjuk. A Disney Plus bejelent, vagy Disney plusz, a Disney Studio bejelentett néhány érdekességet, amiről mindenféleképpen beszélünk. Érkezik majd ugye a Fura Világ, ami idén november 23-án fog majd megérkezni, ez egy animációs film lesz, tökre jól néz ki, Trailert szerintem nem dobtak még ki, viszont, viszont ez ugye mindjárt itt lesz a debütálása, és, és tökre érdekes, hogy új képet kaptunk hozzá, kb. ennyi szóval. Nem, nem, tudom, hogy egyébként, hogy körülbelül két hónappal a premiér előtt miért, miért, miért ennyi, minden, amit kapsz, de mindegy. Aztán bejelentette 2023. novemberére egy Wish című filmet, és láttunk belőle egy képkockát is. Ez ugye egy egész estés animációs projekt lesz, amelynek eredeti hangjai között megtalálható majd Ariana de Boss többek között, és a történet feltárja, hogyan hogy a jött, létre az ikonikus kívánságcsillag. csillag. A dalokat uh, Julie Michael a Chris Buck és von Versaturn fogja pedig rendezni ezt a produkciót, illetve látunk egy betekintést az Iwaju című futurisztikus nigériai történetbe, ami majd ugye a Kugali-val közös projektje lesz a Disneynek. Hát érdekes lesz. Aztán jöttek a, a képek, ugye, ö, egy többek között ugye az egyik legérdekesebb, számomra legérdekesebb a Disney Plus-ra fog majd érkezni jövőre egy Pán Péter történet, ami nagyon-nagyon érdekes lesz, mert ugye 1953-ban indult Pán Péter története. Nekem az egyik kedvenc szobrom volt a Hyde Parkban mindig is. Pán Péternek a szobra, nagyon, -nagyon szerettem azt a helyet, ilyen tök, tökre ilyen kis csendes, meg, meg nagyon jó kis elvonulós hely, amikor nincsenek a csokan, mert nagyon jó hangulat van, főleg ilyen hajnali órákban, nagyon-nagyon csíptem azt a helyet. Szóval érdekes ez kis bepillantást nyújtani Pán Péter történetébe, jobban elmerülni vendiben, illetve látni Pán Péternek és Hókapitánynak a múltját is, amikor még barátok voltak. Szóval nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi fog majd kikerekedni ebből a projektből. A Pinocchio uh, reviewiból, tehát kritikáiból kiindulva én azért nem számítanék túl sokra, viszont a Pán Péter története szerintem egy jóval könnyebb nem elcsaszni. Mint mondjuk egy pokioat, mert azért a pinocchio az, az ott egy kicsit jobban, hogy mondjam, ott jobban az érzelmekre kell hangsúly, hangsúlyt fektetni, és azoknak kell nagyon nagyon működnie. Még mondjuk egy pámpétenel inkább a kalannak és a könnyedségnek kell elsősorban szerintem dominálnia. Aztán bejelentettek egy számomra durván meglepő és iszonyatosan fölösleges dolgot is. A 2019-es CGI vagy élőszereplős oroszlán király adaptáció kap egy előzményfilmet, mely elmeséli, hogyan lett Simba apja Mufasa, egész büszke föld büszke uralkodója. Lényegében Barry Jenkins fogja majd rendezni, aki úgy nyilatkozott neki ezt a filmet, meg kellett csinálni egyszerűen, mert 14 éves kora óta folyamatosan azon gondolkodik, hogy mi történhetett Mufasával, és, és, hát azért megcsinálja Mufasa az oroszlán király című filmet, ami 2024-ben fog majd szerintem érkezni a mozikba. Hát nem igazán tudom hova tenni, de oké, okay, legyen, legyen mindenkinek jó, hadd ne, ne nekem kelljen kritizálnom ezt a dolgot. Aztán kaptunk úgy előzetes is a szeptember 30-án érkező Hocus Pocus kettő filmhez, amit nem értem, hogy miért szeptember 30-án fog debütálni, miért nem tudják egy kicsit közelebb vinni Halloweenhez, miért nem lehet egy kis logikát belevinni a dologba. Én barabira örülök neki, hogy szeptember 30-án fog debütálni, biztos, meg is fogom nézni, sőt, tuti biztos, hogy előtte megnézem a Hókusz Pókust is, mert azt se már, nem is tudom, hogy mióta. Szerintem, szerintem egy 5-6 megnéztem talán talán. Talán azt hiszem, egyszer valamikor újra néztem az elmúlt tíz évben. És rám nem gyakorolt egyébként olyan nagy hatást, mint, mint amennyire az amerikaiakra, vagy mint amennyire sokakra, viszont baromira kíváncsi vagyok arra, hogy Beth Midler, Jessica Parker és Keti, Najimi mit fognak majd tudni ebben a legendás és ikonikus szerepükben újra alakítani. És, és hát megmondom őszintén, hogy, hogy a trailer egyszerre aggaszt és egyszerre tölt el reményekkel. Szóval ez egy ilyen nagyon jól sikerült dolog, amit tényleg továbbra sem tudok hova tenni, ami egy kicsit akaszt. Mert ez, ez valószínűleg azt fogja jelenteni, hogy nem lesz annyira jó, mint amennyire szeretném, hogy jó legyen. Nagyon szeretek ennek a filmnek egyébként, mert baromra kíváncsi vagyok, és szeretem a szereplőit, meg a karaktereit, úgyhogy, úgyhogy, meglátjuk, hogy mi fog majd kikerekedni belőle. Aztán a Bibel 2 is kapott egy új előzetes, na ez viszont brut brut brutálisan szar filmnek néz ki. Elnézést kérek mindenkitől, aki nagyon várja. Edem Shankman filmét, amiben visszatér Émi Edem és Patrick Dempsey. Ez ugye Disney Plus-ra fog majd érkezni november 24-én. Szerintem nem lehet kérdés, hogy a is meg fogom előtte újra nézni, meg a Bűbáj 2-t is meg fogom nézni. Itt szintén nem értem, hogy milyen novemberben debütál, én biztos, hogy decemberben debütáltam volna, sőt, tuti biztos, hogy közelebb a karácsonyhoz debütáltam volna ezt a filmet. Ugye 2007-ben érkezett a Bűbáj, ha jól emlékszem, és hát ez egy nagyon pocsaknak is néz ki az egész történet, mert ugye Zsizel, ha jól emlékszem, ez volt a csajnak a neve, és Robert elhagyják New Yorkot, hogy új életet kezdjenek a festői Monroville városában. És hát ugye erről a kis vidéki életről szól, mert hogy ez mégsem annyira festői, mint amennyire ők szerették volna hát, na mindegy. Aztán kaptunk egy ilyen kedvcsinálót. Szerintem, nevezük nevezzük ezt kedvcsinálónak, ilyen hangulat tízer. Azt hiszem ez a mai modern kifejezése. A kis hablányhoz, amely 2023. május 26-án fog majd érkezni, Harry Bailey-vel. A főszerepben Melissa McCarthy játssza majd ugye egyébként Ursulát, aki nem bukant fel ebben a tízerben. Rob Marshall pedig rendezte ezt a legújabb élőszereplős projektet, ami majd a mozi be fog érkezni. Nekem konkrétan semmi bajom nincs egyébként azzal, hogy Hérbéli játsza ezt a karaktert, és hogy Ariel nem fehér. Furcsán néz ki, de nagyon. Viszont jó hangja van, és mielőtt ugye azért Ari elég fontos, hogy jó hangja legyen, ezért azt mondom, hogy oké, okay, legyen. Én elfogadom, meglátjuk, hogy mi fog majd kisülni belőle, meglátjuk, hogy mi fog majd kikerekedni ebből a történetből. Nyilván az, hogy fizikálisan hogy lehet egy hablány fekete, azt nem tudom, mert tulajdonképpen ezt, ezt a kérdést el kell engedni attól a ponttól kezdve, hogy hablány létezik szerintem legalábbis. Aztán kaptunk a víróhoz egy eszelősen jó trélert, baromira várom, november 30-án fog majd érkezni a Daisy Plus-ra, és, és megmondom őszintén, hogy iszonyatosan várom, mert addigra kifut a sárkányokháza, kifut a hatalomgyűrűi, minden kifut, ami fantasy, és szükségünk van egy jó minőségű fantasyre, és azt kell, hogy mondjam, hogy bármennyire sem nem érdekelt a Vilo, és szeretem egyébként az eredeti filmet, bármennyire sem vagyok erre kíváncsi, annyira eszemesen jól néz ki ez a tr tr trailer, hogy, vagy, hogy, azt mondtam, hogy ide vele, de tüstént. Nagyon-nagyon ott leszek november 30-án a premiernél, mert, mert tényleg egyszerűen rengeteg, rengeteg izgalmas dolog van benne. Aztán kaptunk egy új 10 perc környéki filmet még a Disney Plus Day-en, szeptember 8-án csütörtökön az Andorhoz, ami megmondom szintén, hogy az eddig legjobb Star Wars produkciónak ígérkezik, megnéztem az egész doksit róla, vagy vele kapcsolatban, és iszonyatosan, tényleg azt éreztem, hogy a én soha nem éreztem, sem egyéb másik Star Wars sorozatnál sem. Szóval lehet, hogy nekem az Andor lesz majd az a Star Wars sorozat élőszereplős, ami, ami képes lesz beszippantani, vagy ami egy kicsit is érdekelni. Pedig ez is egy előzmény sorozat lesz, ugye a Zsivány is megismerte Andor karaktere, karakterének a fiatal korát idézősen fogja majd bemutatni. Aztán láttunk a Secret invasion az egy, ami ugye egy hatrészes minisorozat lesz, Nick, Fury Nick Furival, Talosszal és Mária Hill figuráival. A Disney Plus-on fog majd debütálni 2023 elején, és a Mr. Robot készítője Kyle Bradstreet fogja majd készíteni ezt a produkciót, és megmondom, hogy nekem, nekem speciál így bejött, tehát tökre érdekesnek tűnik ez a sztori. Nem tudom, hogy hat részben mennyire fogják tudni majd ezt kifejteni, de én kíváncsi leszek, és ott leszek. Aztán láttunk egy első teaser szer szerűséget a Percy Jackson és az olimpiaiakhoz, vagy olyan Nem is tudom hogy pontosan, hogy kell kiejteni, de mindegy. Szóval kaptunk hozzá egy ilyen dolgot is, ami szerintem egyébként tökre érdekesnek néz ki, a hangulat átjön, érzed rajta, hogy ez sem minden idők legolcsóbb produ produkciója lesz. Tökre jó, meg minden, csak nyertet. Aztán látunk egy új jelezetest a Werewolf by Night című Marvel Studio Special Presentation című dologhoz is, ami, hát hogy mondjam, egy, egy elég érdekes fekete-fehér horror dolognak néz ki, ami, ami már csak engem azért is érdekel, mert nagyon-nagyon bizarr, és hát ugye itt, itt, lesz lehetőség, hiszen Michael Giacchino, aki ugye alapjáraton zeneszerző, ő készítette az MCU számára ezt a produkciót, ami egyébként mentlinget is majd fel fogja vonultatni a sorai között. Szóval nagyjából ezek voltak szerintem azok az igazán számomra érdekes dolgok, amik amik a D23 kiderültek, mert az, hogy kicsatlakozott melyik Marvel filmhez, mint például ugye Florence Pike, Sebastian Stan, David Harbour és Julia Louis Dreyfus is benne lesznek a Thunderbolts filmben, az engem annyira nagyon nem tudott meghatni, meg az sem, hogy a, az amerikai kapitány New World Order-ben ott nem is tudom, hogy Tim Blake Nelson vissza fog vagy benne lesz, és Sira Hust is leigazolták, tehát engem ezek a casting hírek, ezek így nem nagyon tudnak meghatni, és nagyon sok szempontból az Avatar második része az, ami a legérdekesebbnek tűnt nekem a szombati nap bejelentései körül, közül, viszont nyilván oda meg nem kaptuk meg azt a trailert, amit ott levetítettek, pedig általában nagyon-nagyon jó lett ez a trailer, úgyhogy köszönjük szépen. Disney, hogy, hogy azért, tehát, hogy mondjam, tehát, tehát, én megértem azt, hogy nem akarják a YouTube-ra kitenni ezeket a dolgokat, mert hogy szeretnék, hogyha ez egy ilyen Disney családon belüli exkluzív event lenne, csak ezzel az a probléma, hogy a Disneynek nem lenne feltétlenül szabad lokálisan gondolkodni ilyen szempontból, hiszen mondjuk az, aki, most kéne, az nem biztos egy jó oldal, de mondjuk aki Magyarországon él, az büdös életben nem fog elutazni a Nahányban egy du expóra, viszont emiatt mi meg kimaradunk valamiből, miközben ugyanúgy fizetünk a Disney Plusnak azért, hogy a szolgáltatást kapjuk, és, és, nem nagyon kapunk belőle. Tehát, hogy mondjam, tehát, ha jó fej lenne, de még hogy azt mondom, hogy nem is kell feltétlenül jó fejnek lenni, hanem mondja azt, hogy nézzétek, gyerekek, itt van egy ezresért, mondjuk, vagy 500 forintért, elő tudtok fizetni arra, és minden, minden egyes panelünket megnézhetitek élőben, vagy választhattok. Vagy nem is kell élőben lennie, hanem, hanem majd megnézhetitek utólag, vagy tök mindegy. Csak, csak valahogy azért a Disney Plus ba bele kéne integrálni annak a lehetőségét, hogy az ember az, az, az úgy valahogy ne, ne, maradjon le ezekről a dolgokról, és élőben tudja megnézni, hiszen, hiszen mégis ez a lényege egy conventionnek is. Nem csak az, hogy személyesen találkozunk, hanem az, hogy nagyon sok ember egyszerre csinálja ezt. A Foo Fighters koncertnél, emlékkoncertnél, koncertnél, tribut koncertnél ugye ott bejött. Baromra élveztem azt, hogy közel félmillió emberrel a világ különböző pontjairól együtt nézhettem ezt a produkciót, szóval nekem ez mindenféleképpen nagyon-nagyon bejött. Aztán nem is tudom, hogy mi volt. Az Echo hoz vetítettek egy trélet, azt nem is tudom, hogy láttam-e illetve a Tales of Jedi is kapott egy trailert, ami szintén fönn van a Disney Plus kínálatában. Ha minden igaz, akkor a, National, a sorozat az egyébként decemberben fog majd érkezni, egész pontosan, ha jól emlékszem, és most nem akarok túl nagy hülyeséget mondani, ők egész pontosan december 11-én fog majd érkezni, méghozzá az első két epizódjával, szóval pontosan abban az időszakban, amikor, amikor én valamire ki leszek éhezve majd ezzel az, erre az egész filmmel, és ott ugye a sorozatban egyébként fel fog bukani Catherine Zeta Jones is, által a kult szerepben is, úgyhogy meg néhányan a eredeti Nemzet a produkcióból is, úgyhogy, úgyhogy, én mindenféleképpen iszonyatosan várom már ezt a szériát. Aztán kaptunk egy első betekintést a Skeleton crew is, illetve nem is tudom, hogy, hogy mi volt még az, ami igazából szerintem más nem nagyon volt. Tehát, tehát itt még a bejelentések is annyira szárazok voltak, és annyira unalmasak és üresek, hogy csak így vakargattad a fejed, hogy what the fuck volt ez a Deus Expo. Én nem igazán, tehát nekem, nekem óriási nagy csalódás volt. Ez van, srácok, bocsi. Szeretem a Disney plus a azokat a dolgokat, amik, amik megtalálhatók rajta. Viszont a Disney ebből és Bob, csepek, Bob az élen, plusz azáltal, hogy ugye az agybanok kettőnél nem tudnak minden szereplőt szinkrohangot visszahozni, hangsúlyozom egyébként, hogy nekünk magyarokként végképp, de amerikaiaknak is szerintem rohadtul lényegtelen, hogy mennyire nagy neveket szereznek meg szinkrohangnak, nem, az, nem ők fogják eladni azt a filmet, hanem az animáció stílusa, figurái, karakterei, humora, stb. Tehát az, azokat a film fogja eladni, nem annyira színészi alakítások fogják elvinni a hátukon, ami teljesen rendben is van, hiszen erről szól az animáció. Ezért vannak szinkron színészek Amerikában, ugye, akik kifejezetten voice sectornek hívják magukat, pontosan azért, mert hogy animációs filmekben tudnak többek között szinkronizálni, vagy éppen bármilyen egyéb dolgot tudnak megcsinálni, ahol a hangjukat kell használni, és baromi jól teszik, és nagyon-nagyon népszerű volt. És ugye régen a klasszikus érában, még ugye a Disney-nél ott, 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 nem nagy dolgoztak, hanem, hanem akkor ott mindig voice actorokkal csinálták ezeket a dolgokat, és hát meg is volt az eredménye szerintem ezeknek a dolgoknak. Tehát ez mindegy, tökre mellékes. Szóval óriási nagy csalódás volt a Disney Plus, de is jó, az, az, mondjuk annyira nem, mert azért debütáltak ott érdekes dolgok. Én, én hogyha Disney lettem volna, én valószínűleg egyébként aznap tettem volna ki, mind a hat évadát a rólunk szólnak, Jazz Because. Viszont mivel hogy ez nem történt meg, ezért nyilván más, más dolgokat debütáltattak. Az, hogy abból csak egy kapott szinkront, és az is tök randomul a pisztolsz lett, az nekem egy óriási nagy rejtély, Mindegy, elengedtem, nem foglalkozok többet ezzel a témával. És, és hát ugye a Expo az, ami, amit amit nem tudok hova tenni, mert egyszerűen nem tudom, te mekkora csalódtál benne, csalódtál egyáltalán benne, vagy, vagy számodra voltak benne olyan dolgok, amikre azt tudod mondani, hogy ezek voltak azok, amik engem érdekeltek, és azokat megkaptam, és minden tökre jó volt, tökre király volt, és emiatt az egész Nekem egy tök jó élmény volt. Beszélgessünk erről lent a kommentekben. A másik téma egyébként egy kicsit érdekesebb dolog, maradva egy kicsit a Disney vonalnál, nem beszéltem még erről a dologról, pedig, pedig már jó néhány hete kim van, és megmondom szintén, hogy engem baromira érdekel, mert szerintem minden idők legrosszabb filmje lesz. Ez nevezetesen nem más, mint a Mici Blood and Honey azaz vér és Méz színű trailere, Amire szerintem érdemes lenne beszélni, mert ugye 2022. január 1-ével és barátai, többek között Robert Vidal vagy éppen Malacka, ők public domain váltak, vagyis szabadon felhasználható figurákká, már ami a regényeket illeti, hiszen a karakter először 1926-ban jelent meg, és a könyvbéli változata az most már bárki számára elérhető, tehát hogyha én szeretnék csinálni Micimacko-filmet, I can do that, megtehetem. Foghatok egy micmackó jelmeszt jó, tehát nyilván nekem kell megcsinálni a sajátomra kell formáznom, de megtehetem. Hiszen Amerikában ugye a copyright az az író halálának 70. évfordulójától teszi elérhetővé a figuráknak a jogait. Nyilván ez nem érinti azokat a Disney animációs történeteket, amikről Disney készíti a filmjeit. Ez, ez valószínűleg egyébként még nagyon sokáig így is maradt. Tehát azok, azok, a, azok akiket mi a Disney világából ismerünk, az amik, a fajta micimacko az nem lesz elérhető egyelőre senki számára, viszont Tigris sem elérhető még, őt ugyanis 1928-ban mutatták be, és ha minden igaz, akkor 2024-ig védi őt a különböző copyright, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy 2024-ben megcsinálják a, a Winnie the Pooh Blood and Honey 2-t, Tiger's Revenge címmel, vagy valami hasonló dolgot fogunk kapni. Minden legrosszabb előzetesét kaptuk meg. Pontosabban nem is az előzetes, hanem a film néz ki annyira brutálisan szarul, nem tudunk róla sok mindent. Tíz nap alatt forgatták le, nekem ez volt az egyetlen dolog, és szerintem ez baromira látszik rajta, iszonyatosan low no produkcióról van szó, rímes színészi alakításokkal, szóval szerintem ez az a modern érának a legjobb szarfilmje. Úgyhogy engem baromira érdekel. Ez csak azért jutott eszembe, mert hogy a, az egész d 23 egy kicsit olyan, olyan nem tudom, olyan félre félre sikerült dolog volt, és egy kicsit, kicsit most úgy érzem magam, a hatalmas dolgokat vártam, tudom, túl nagyok voltak az elvárásaim, tudom, hogy ez az én hibám, meg az én sorom, de most tényleg egy kicsit úgy érzem magam, mint, mint a Winnie the Pooh Blood and Honey filmje, úgy, úgy egész éve. mert szerintem a D23 Expo idén teljes mértékben meg tudta pendíteni ennek a rémes dolognak a szintjét, ami hát inkább nem is, nem is próbálom meg szavakba foglalni ezt a dolgot. Ré, rémes élmény volt, tehát tényleg, tehát bah. Na mindegy. Szóval, ennyit erről. Múlt héten volt fél éves az HBO Max Magyarországon, ugyanis március 8-án kedden indult el, úgyhogy szeptember 8-án volt már 6. hónapos. Ez a gyerek, jaj, de ügyesen is gyorsan felnőnek. Hát nem, mert azért az első fél év az elég sok volt tarkítva és iszonyatosan sok problémával. Már csak onnant is kezdve, hogy az HBO go az utolsó napjaiban lekapcsolták mindenféle eszköznek a támogatását, bármiféle szó nélkül, utána jött még egy-két botrány, aztán beindult az HBO Max, aztán minden úgy tűnt, hogy oké, okay, nyilván sok minden nem működött úgy, ahogy kéne, meg lehet itt védekezni azzal, hogy mi nem tech cég vagyunk, nem értünk hozzá annyira, meg mit tudom én, meg nem szinkronnal debütáltak, nem világpremiérben, de a legértetetlenebb dolog a világon, hogy egy saját sorozat miért nem tud az első pillanatok ez a világpremiérben érkezni, mert hogy a Hulu sorozatok nem érkeznek világpremiérben a Disney Plus-ra, arra még azt mondom, hogy hülyeség, de megértem, mert ott nem 100%-os tulajdonos, meg az egy másik streaming szolgáltatónak a kínálata, hogy úgy tetszik. Viszont egy HBO Max esetében nem értem, hogy egy HBO sorozatot, vagy egy HBO Maxos sorozatot miért nem lehet a Maxon élőben debütáltatni világpremiérben. Még hogyha nem is kap szinkron, de legalább felirattal, mert, mert szerintem azért az, az abszolút egy kivitelezhető dolog, meg az nem mindegy. Fel vagyok, fel vagyok ezen háborodva, meg egyébként nagyon sok minden máson is. Aztán minden úgy nézett ki, hogy döcög a úgy szépen lassan el indulunk, történik valami, aztán jött David Zaslav, aki ugye áprilisban átvette a Warner Bros. Discovery-t, és neki ugye 3 milliárdot kell megspórolni, és azóta folyamatosan csinálja ezt a, a kis fejszéjével, és mindent befejez, ami viszi a pénzt, amiben üzleti szempontból van értelme, és üzleti szempontból pokolja jól csinálja ezt, amit csinál, szerintem. Viszont nézői oldalról azért most már tényleg az meg. David Zaslav. Tehát ez komolyan. Tehát azt még hajlandó vagyok elnézni neked, hogy, hogy a Bad Girl filmet, ami 90 millióba került nektek, kikukázod, oké, legyen. Nem hiszem, hogy annyira szar lenne, mert, mert egyébként az, hogy mennyire volt szar, vagy mennyire volt jó ez a film, az egy nagyon brutális kérdés. Mert oké, értem én, hogy túl drága az, hogy csak egy HBO Max film legyen, de akkor meg tegyétek limitált ideig moziba. Próbáljátok meg visszahozni belőle annyit, amennyit tudtok, legyen két hétig mondjuk moziban, Amerikában széles körben bemutatva, stb, stb. stb. stb tökre mindegy, csak próbáljátok meg valahogy visszacsinálni a pénzt, mert vannak emberek, akiket érdekel. És legrosszabb esetben az egyharmadát vissza tudná hozni, ergo még mindig kevesebbet fogsz bukni. És még mindig lehet, hogy többet tudnál visszahozni a mozikasszáknál, mint amennyit mondjuk a izéba tudna. És mivel ugye ez még mindig az előző vezetés nyílt, ezért is igazából tök mindegy, és mivel a film kvázi el tudott volna készülni, még mielőtt a flash moziba kerül, ezért igazából nyugodtan debütáltatni lehetett volna valamikor jövő tavasszal, akár egy-két héttel a flash premierje előtt is. Mindegy. Szóval de Izaszlavnak a fejszé az folyamatosan gyilkolásza azokat a pénzzabáló dolgokat, amik, amikre nincsen szükségük az HBO vagy a Warner esetében, és ez teljesen rendben is van. Volt egészen addig a pontig, amíg az egyik, hogy mondjam, amíg meg nem szüntette teljes európai sorozatgyártást, ahol brutál mennyiségű összeget és brutál mennyiségű marketinget próbáltak meg megcsinálni, és egyszerűen azt mondták, hogy gyerekek, mi többet nem gyártunk -e Európában, sőt, alig másfél hónappal a premierjét követően eltüntették a besúgót, ami talán a legfájdalmasabb dolog volt a magyar piacon, mert a többit szerintem senki nem nézte, senki nem tudja, hogy mik voltak azok, amik lekerültek a kínálatból, senki életében nem hallott ezekről a dolgokról, teljesen rendben is van. Ez a része teljesen jogos a dolgoknak. Az, hogy milyen a streaming szolgáltatás, az, hogy hogyan debütálnak a premierek rajta, az, hogy zéró kommunikáció van arról, hogy mi fog érkezni az adott héten, egészen mostanáig, meg, meg ilyesmi, meg hogy csak folyamatosan sárkányok házát nyomatják már hónapok óta, meg előtte is csak a nagyon nagy premiereket, de amúgy nem igazán, tehát, hogy mondjam, tehát a közösség médiás jelenléte az HBO maxnak Facebookon az katasztrofálisan szar. Konkrétan nem létezik. Hiszen folyamatosan csak sárkányok házat, meg csak olyan dolgokat reklámoznak, ami, ami vagy már mindenki úgy is nézi, vagy amik miatt mindenki már úgy is előfizető. Ergotok felesleges, ezekbe belefetszolni a dolgokat, hanem inkább azt kéne, hogy gyerekek fölkerült hozzánk a likori pizza, vagy mi az Isten a címe, és nézzétek meg, mert tök jó. Vagy itt van nálunk az Elvis, amit kb. szintén egy hétig promoztak, hogy hú, egy hét múlva jön az Elvis, egy hét múlva jön az Elvis. passzos előteszem, hogy mindig nem néztem meg, na mindegy, majd talán hétvégén. Lényeg a lényeg, hogy valahogy nem viszik túlzásba a felkerülő friss produkcióknak a reklámozását. Harley Quinn reklámot nem láttam, Ümm, Primer reklámot nem láttam, semmiféle olyan dolgot nem láttam, ami egy kicsit is, hogy mondjam, érdekesé tudna tenni egy átlagember számára az HBO max a kínálatát. És oké, okay, hogy a Go utáni átvárás, vagy átváltáskor nagyjából valamivel több, mint egy millió. Sőt, talán, ha jól emlékszem, akkor nagyjából ilyen júniusi szám volt az, hogy ilyen egy millió fölött volt talán az HBO max az előfizetői bázisa. Nem tudom elképzelni azt, hogy ez nőtt volna azóta. És az viszont, hogyha nem nő fél év alatt egy relatív egy nagyon-nagyon túl hype volt streaming szolgáltatás, az szerintem probléma. Azt szerintem, hogy hatalmas probléma, és igen, a besugók valam, valószínűleg valamilyen szinten közre játszott, hogy lekerült, de nem csak ez játszott közre, hanem nagyon sok minden más, ami az elmúlt fél évben történt. Tulajdonképpen minden héten beszélünk ebben a műsorban arról, hogy mennyire rossz és mennyire nem működik az HBO Max, Állandóan lefagy, vagy éppen nem indul el az applikáció, vagy éppen valami egyéb az van, rossz a nyelv, vagy nincs felirat, vagy a feliratpocsék, vagy hogy egyszerűen csak nem reklámozzák, nem tudod, hogy mikor mi fog érkezni. Rengeteg minden van az HBO Max kapcsolatban, szerintem nagyon-nagyon rossz, ami nagyon-nagyon nem működik, és amire egyébként amúgy szerintem kéne beszélni, és valószínűleg azt kéne, hogy gyerekek, üljünk már le, és mondjuk -e el nektek, hogy fiú, ez nem okés. És hogyha ezt megtennék, és ne Isten valami történne, mert egyébként nem fog semmi történni az égét a világon, technikai oldalról, hiszen az, az egy globálisan felhasznált dolog, és ezt úgyis nagyon jól tudjuk, hogy jövő, jövő nyártól össze fog olvadni majd Discovery-nek a, a streaming platformjával, vagy annak a lehetőségével, ami állítólag egy sokkal jobb felhozatal. Ez viszont hozzánk nem fog elérni 2024 tavasz előtt, szóval nekünk két évig van ez a maxunk, ami hol működik, hol nem működik, hol támogat valamit, hol nem támogat valamit. Hát én új tévét biztos, hogy nem fog venni azért, mert az HBO Max nem fog elindulni, viszont az, az már megint, nem mindegy. Ebbe, ebben a részben inkább bele sem menjünk, hogy, hogy mi lesz majd itt 2024-ben, amikor, amikor majd szerintem nem HBO max -ként fog újjászületni ez a Warner Bros. Discovery-vel közös szerelemgyermek, hanem ez, én biztos vagyok benne egyébként, hogy, hogy, nem lesz HBO Max. Te, te onnantól kezdve behozod a Discovery-nek a kínálatát, nem hívhatod HBO max -nak. Az HBO Maxot soha nem lehet volna szabad egyébként HBO Maxnak hívni, hiszen az HBO-val szemben az emberek vannak elvárásai. És szerintem olyan szinten csalódást keltő volt. Nem a felhozatal volt csalódást keltő az HBO Maxnak, legalábbis Amerikában a saját gyártott sorozatokat illetőleg, hanem minden más téren tehát mind platform, mind kommunikáció, mind egyéb dolgok szerintem nagyon-nagyon rosszul muzsikált ez a streaming szolgáltatás, és ez sajnos rányomja a bélyegét az HBO-nak a brandjének a hírnevére is. És annak ez vagy rányomja a bélyegét, onnantól ez az ember teljesen tök másképp fog gondolni az HBO-ra is, ami szerintem egy, megint csak egy ilyen vérlázítóan felháborító dolog, de, de, ez, van, ez van, ez van, és szerintem a David Zászlán ezért sem fogja, vagy szeretné megtartani ennek az új streaming platformnak az HBO Max nevet. Az, hogyha megtartja Maxot, arra én azt mondom, hogy nagyon-nagyon hálás lennék, mert elegem van a sok pluszból, meg, meg Warner Plus, vagy, vagy Warner Discovery Plus lenne a neve. Szóval igazából az HBO Max ebből a szempontból egy tökre jó név volt, hogy az HBO-t használták, mint, mint egy ilyen elég globálisan is ismert brand, és tök, tökre jó volt, mert a Warner Plus azt szerintem az egy hülye név lenne, a Warner Discovery Plus az még hülyebb név lenne, vagy, vagy valami teljesen független nevet kéne előállni, vagy kitalálni, ami vagy működik, vagy nem, vagy pedig azt mondani, hogy jó, akkor gyerekek, mit ezzel leszadjuk az egész és az lesz, hogy pont, pont, pont. Szóval kíváncsi vagyok rá, hogy mit fognak majd kihozni ebből az egészből. Nem tudom, szerintem biztos, hogy lesz, a tuti fix. Az is tuti fix, hogy most, most ezen a héten kirakták azt, hogy milyen új, újdonságok várhatóak az HBO Max kínálatában a héten. Egyébként így ránézésre, meg így első megtekintésre azért eléggé impozánsnak tűnik nekem ez a, ez a felhozatal. Tökre jó az a lista, csak hát ugye igen, szóval nem, nem tudom. Tehát azért egy, van ez az anyák gyöngye című sorozat, a főszerepet, ez 8 évadig volt, ha jól emlékszem, Amerikában műsorom. Tavaly vagy tavaly előtt ért véget, óriási meglepetésemre. Egyébként, mert szent, én, én, számítottam arra, jó, oké, Anna az utolsó évad már nem volt benne, de én számítottam arra, hogy fog kapni még egy évadot. Na, de ennek, ennek fog érkezni mind a nyolc évada, nyolc évados volt, igen. És, és körülbelül nekem itt kimerültek a dolgok, amik, amik engem személy szerint egyébként nagyon érdekeltek volna. Illetve az a, szerintem a második évadának a tizedik része az a fináléja lesz, úgyhogy körülbelül ez, ez a két dolog, ami engem érdekel. És megmondom, hogy szinte, nekem az HBO max a legnagyobb probléma, az, az konkrétan ez, hogy rengeteg mindent debütál ezen a héten. Tehát most nem fogom megszámolni, de legalább 30 vagy 40 dolog fog debütálni ezen a héten. Ez lehet sorozat epizód, meg lehet film is, de, de igazából engem semmi az égét a világon nem érdekel. Még az anyád gyöngyére sem tudom azt mondani feltétlenül, hogy, hogy engem nagyon érdekel, de mi nekem mindig ez a hétnek a leg, legérdekesebb premierje, ami csütörtökön fog majd érkezni. Viszont azon túl nem, nem tudom, én nem találok benne semmi olyat, ami, ami engem érdekelne, pedig lesznek itt nagyon jó dolgok, lesznek itt HBO Ázsiától is produkciók, meg, meg azért lesz egy -két, hát mondanám, hogy lesz egy-két jó film, de Isten igazából nem tettem semmilyen olyan filmet, ami engem személy szerint nagyon-nagyon tudna érdekelni. Én baromira hiányolom egyébként az HBO Max-ból azt, azt, a fajta HBO létet. Tehát ha már egyszer HBO neved, akkor legyél, viselkedjél, úgy, hogy tettes legalább azt, hogy HBO vagy. Nevezetesen egyébként én most így speciál pontosan arra gondolok, hogy, hogy hiányolom a filmpremiereket. Tehát az, hogy a halálos iramban 9. része nem került fel az HBO max az amellett én csak vakarom a fejemet. Egyrészt, mert a Sky Show nem fog elindulni nálunk 2023 előtt, ergo bőve lett volna legalább fél évig arra, hogy kikerülje, másrészt pedig több mint egy éve került a moziba. Már pedig az HBO az pontosan azért volt volt. Tehát az hbo a konkrétan neve az az, hogy Home Box Office. Ergo otthoni filmszínház. Lényegében nyilván nem ezt jelenti, de az én számomra az én értelmezésem mindig is azt jelentett az HBO. Viszont ez eszemben régen minden, minden mozifilm itt debütált az HBO-n, és tökre jó volt. Most viszont nem érzem rajta azt, hogy bármilyen film is itt debütálna, ami teljesen rendben lenne abban az esetben, hogyha mi piacunkon bármilyen más streaming szolgáltató jelen lenne, nevezetesen gondolok itt a Universalra, nevezetesen gondolok itt a Paramountra, mert ezeknek a filmét én baromira szeretném látni, és az például, hogy az Uncharted érkezik majd októberben a sony arra én azt mondom, hogy az meg, mi tartott ennyi ideig? Te, tehát, konkrétan ez a filmet, ez amikor február vagy márciusban mutatták be, mi az Istenért kell rajta több mint hat hónapot ülni? Tehát sem, semmi értelme nincsen. Tehát nyugodtan el lehetett volna azt hozni négy hónap után is, vagy, vagy nem kéne úgy beállítani, mint hogy hú, ez lesz a legnagyobb. Mert ha ez a legnagyobb filmpremiérjük az októberben, akkor, akkor szerintem felkötetjük a gatyánkat, már pedig valószínűleg ez az egyébként a legnagyobb filmpremiérjük. Na de ennyit erről. Most pedig irány a címlapszori, mert ma is elbeszéltem az időt. Címlapszori. Kobra Kai. 5. évad. Minden évben elmesélem azt, hogy hogyan is ismerkedtem meg a koprokájjal, mert nekem ez egy olyan sorozat volt, amit egyáltalán nem vártam, sőt, szerintem én ennek a létezéséről nem is emlékeztem egészen a debütálásaig, ami egy akkoriban azóta egyébként már nem létező streaming szerűségen debütált, ez a YouTube Red, ha jól emlékszem, ez volt a neve, ami megpróbálkozott egyrészt élőszereplős, másrészt pedig fikciós produkcióknak a gyártásával, némelyikben ugye a YouTuberek segítségével, némelyik esetben pedig egyéb szempontokat figyelembe véve. És, és hát ugye az egyik legérdekesebb premierjük szerintem a mindenféleképpen a Cobra Kai volt, ami gyakorlatilag a kölyöknek volt a folytatása, és úgy volt vele, hogy ez minek kell, ez kinek kell. És ugye 2018-ban debütált, ha jól emlékszem, ez a sorozat, és arra sem hogy mi volt nekem az első alkalom, találkoztam Épp dolgoztam az egyik helyemen, és egy relatíve lazád napunk volt, ami, ami, nagyon nagyon ritkán fordult elő, és nálam volt a laptopom, valamilyen abból kifolyólag, és úgy voltam vele, hogy, hogy ha ma úgy csak el nagyon sok mindent csinálni, és lehet lazítani, meg mit tudom én, akkor lehet, hogy megnézek egy-két részt. Ebből a kobrakájba belenézek, mert kíváncsi vagyok azért, azért mégis csak, hogy karatekölyök, meg mit tudom én, és hogy ez a nagy kultusz volt, és lássuk, hogy mennyire lett szar. És megnéztem le az állam, és azt mondtam, hogy basszus kulcs. És, ott, valahogy ott kezdődött el, ott, ott szerintem aznap megnéztem, talán, talán, még két részre volt időm munkában, aztán hazamentem. Ha jól nem, szól, akkor nem volt túl sok idő egyébként két műszakom között, miután hazaértem, viszont akkor is megnéztem két részt, aztán másnap megnéztem a többit, és valahogy, valahogy úgy azt éreztem hogy három nap alatt, vagy három-négy nap alatt, hogy ez mindenről idők legjobb sorozott. És az első volt tényleg az volt, és egyébként szerintem a későbbi évadok is baromira jól tudtak működni. Nyilván ez az egész iskolai bunyót leszámítva, ami nem is tudom, hogy második vagy a harmadik évadnak volt, talán, 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 igen. Szerintem, mintha második évadnak lett volna a vége. Na, nekem az volt a nagyon-nagyon nagy cápogros, olyan pillanatom, ami, ami kiszakított az egészből, hogy passzus pedig eddig olyan jó működött ez a show, aztán aztán jön az iskolai bunya, amelyik mocskosul látványos volt, csak az befejezés, az hú, mennének a jó büdösbe. Na mindegy, én nagyon, nagyon megszerettem azt a sorozatot, aztán átköltözött a, a Netflixre, azt hiszem a harmadik évadától kezdve, tehát két évvel ezelőtt körülbelül átköltözött a Netflixre, ott debütált szerintem, január 1 lenyomtam az első évadot, vagy a harmadik évadot egy nap alatt, imádtam, imádtam egyszerűen tényleg zseniális volt az a sorozat, és ugyanazt érzem az ötödik évad esetében is, mint amit mindegyik, soroz, mindegyik szezon esetében, egyrészt, hogy baromira jól van megírva, iszonyatosan zseniálisan van felépítve. Vannak dolgok benne, amik nem működnek, Te nem azt mondom, hogy tökéletes a sorozat, meg az ötödik évadában abszolút nem. Az, hogy meddig tud elmenni ez a széria, az megint egy más kérdés, mert az ötödik évadról én mindig is úgy gondoltam, mint hogy ez lesz az, ez a vége. Itt, itt, itt kell, hogy kikössön minden, és az előző évad befejezését követően tényleg azt mondtuk, hogy igen, ezt még egy évadig lehet nagyon maximum elnyújtani, ha nagyon-nagyon ragaszkodnak hozzá. Ragaszkodtak hozzá, elnyújtották. Most viszont ott vagyunk, hogy olyan befejezés kapott, hogy kvázi minden egyes karaktere egy pozitív ponton van az életében. Összejöttek a párkapcsolatok, összejött, legyőzték az ellenséget, stb. 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 Szóval minden úgy néz ki, hogy baromira pozitív, és nem is nagyon az előző évadokhoz képest nem is nagyon tettek bele egy olyan cliffhanger amire azt lehetne mondani, hogy wow, ide a következő évaddal. Hanem kaptunk egy kilvinger ami, ami jó volt, meg ami működött, meg ami érdekes volt, de nem tudod elképzelni róla azt, hogy ezt hogyan lehetne innentől kezdve folytatni. Én, én abszolút nem tudom elképzelni, hogy ezt erről a pontról hogyan lehetne folytatni. Nem azt mondom egyébként, hogy kellene folytatni, feltétlenül szeretném, szeretném, mert megmondom őszintén, hogy nekem ez a legjobb férfi szaporoperám amit ever láttam, izonyatosan jó történet, baromira jól megért karakterek, ami a kapcsolatokra épít, és kapcsolatok azok, amik nagyon-nagyon jól működnek benne, a bosszú az, ami hajtja, a bizonyítási vágy, az, hogy fejlődjünk, és hogy azt a fajta fejlődést, amit igyekszik megtanítani, részben a miyagi idő elméletének a filozófiának köszönhetően, részben pedig a kobrakáj elvetemült gonosz negatív irányának köszönhetően, szerintem egy fenomenálisan zseniális sorozat. Az a fajta karakterével, amit Johnny bejárt ebben az évben, csak az első felében, csak az első felében, az wow kategóriás volt. Az, hogy elé tudta érni azt, hogy Robi és Miguel kibéküljön, hát ez kis túlzás, hogy kibéküljön, inkább, inkább maradjunk abban, hogy ne gyűlöljék egymást, az, az wow. Az, hogy, hogy elküldte a szemet egy ilyen önfelfedezős útra, hogy, hogy kicsit megpróbáljunk közelebb kerülni saját magához, és meg tudja megismerni magát a karat a világán kívül, az wow. Egyszerűen tényleg minden egyes történetszállán azt éreztem, hogy wow. Illetve ott van még Daniel is, aki, aki tehát a történet szállat nem tudom hova tenni. Egyébként csak itt, ha akarjézzem meg, hogy, hogy szeretnék spoileresen beszélni, azokról a dolgokról, hogy mi történt ebben a szezonban. Még nem, még, még egy kicsit általánosabban szeretnék pár szót szólni róla, aztán majd utána belecsapunk a lecsóba, és nagyon-nagyon mérásunk, mert szerintem minden egyes epizódjáról egyébként baromira hosszú órákon keresztül tudnék mesélni, mert egyszerűen tök jó volt. Ami viszont nem volt tök jó, szerintem az az, hogy a bingvacsolásnak a legnagyobb hátránya mindenféleképpen és minden esetben az, minden kétséget kizáróan, hogy az ember nem tudja megemészteni ezeket a részeket, hanem folyamatosan csak habzsolja, 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 ezért is jó, egyébként habzsolásnak bingvacs Valahogy az ember tényleg az az érzése, hogy, hogy nem tudja, melyik részben mi történt, ami, hogyha olyan hülye az ember, mint én, akkor tökre érthető. Viszont, hogy mér, nem, tud, nem, tud, nem tudsz mindent megemészteni, amit meg kéne emésztened, és szerintem ez, ez mindig egy negatív dolog, meg mindig másképp fog lecsapódni, mint hogyha nem egyszerre nézed. Tehát én nagyon szerettem a Cobra Kite például, sőt, igazából az ötödik résznek a végén én azt mondtam, hogy oké, okay, ha, ha, nem ha kéne fölvennem ezt az adást, és nem, kéne, nem szeretem volna megnézni annyira, hogy, hogy, a mai adásban erről tudjak beszámolni, akkor azt mondom, hogy az ötödik résznél én megállok. Tartok egy-két nap szünetet, megemésztem az elsőt részt, megemésztem, mert van mit megemészteni benne, fenomenálisan zseniális volt, és, és, majd utána folytatom. Utána, utána még egy-két nap alatt megpróbálom megnézni az egészet, és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy mivel nem volt, meg, nem volt erre a lehetőségem, hogy egy-két nap szünetet tartsak, ezért, ezért egy kicsit, kicsit, másképp csapódott lesz. Szerintem a napi két rész az egyébként egy tökéletes tempó, nagyjából ilyen 35-40 perc között mozognak átlagban. A Cobra Kai epizódjai baromira szórakoztatóak, tele van humorral, John, Johnny Johnny a fenomenális és karakter. És ez az egyik dolog, amit én nagyon, nagyon imádok benne, hogy Johnny ott volt a karakterkölyök filmekben, mint a főgorosz, mint egy ellenség. Viszont itt az első pillanatok kezdve, hogy találkozunk a Cobra Kai ban vele, egy iszonyatosan szerethető karakter tud belőle csinálni. Nem tudja az, emberi oldalát, nem tudja azt, hogy hova süllyedt ez a karakter, vagy mivé vált, mire ugye felnőtt lett, és eltelt ez a 30 akárhány év. Szóval szerintem egy iszonyatosan érdekes dolog ez az egész produkció, és az, ahogy bánnak ezekkel a karakterekkel, meg ahogy, ahogy nekik sikerül ezt megcsinálniuk. Úgy, úgyhogy mindenféleképpen emelem a kalapomat. Azt, hogy időben hol járunk, melyik nyáron, azt én már meg nem mondom, mert az időben nagyon rosszul bánik szerintem az a sorozat. Lehet, hogy még mindig egy, egy, egy 2019-ben járunk. Én, én, ezt tényleg mondom, hogy nem tudom, hogy, hogy melyik évet írjuk a sorozatban. Annak nagyon örültem, hogy chosen behoztam. Szerintem ő mindenféleképpen egy pozitív adaléka volt ennek a, ennek a szezonnak. Nagyon-nagyon szeretem ezt a karaktert is, és baromi nagy szükségünk is volt rá. Az, hogy, hogy Kriszt börtönbe zárták az előző évad végén, az megint csak egy nagyon jó dolog volt, az, hogy Teriből lett a főellenség, és hogy ő igazából egy sokkal veszedelmesebb gonosz, mint, mint amilyen kríz volt, azt szerintem fenomenális. Az, ahogy játszott, az is jobbnak tűnt nekem, egy fokkal talán, mint ahogy Kriszt csinálta, de ez, ez megint csak egy ilyen szubjektív dolog, hogy, hogy mi volt mennyire jobb, vagy melyik karakter csinálta azt jobban, azt, amit csinált éppen. Mert a helyzet az ezzel az egész kapcsolatban szerintem legalábbis, hogy mindkét karakter nagyon-nagyon gonosz, Terénél én azt a nagyon-nagyon azt nem feltétlenül érzem szó szerint értelemben vett gonosságnak, mint mondjuk kríz esetében. Viszont az, hogy manipulálja és próbálja megtönkretenni Danielnek az életét, az viszont fenomenálisan jól volt felépítve, és abban a szempontból viszont nem jobban működött, mint kríz figurája. Úgyhogy, úgyhogy, nekem ez mindenféleképpen egy nagyon-nagyon érdekes út volt, hogy melyik, melyik főellenséget utálom jobban ebben a sorozatban, és valahogy sikerült bebizonyítani azt, hogy igazából tényleg terje a legveszélyesebb. Ami negatívuma volt még ennek a szezonnak, azon túl, hogy az ember, tehát habzsoltam, az mindenféleképpen az, hogy nem nagyon nyüzsögtek a, azok a szereplők, akik, akik a különböző a karatekajok filmekben felbukkantak. Nekem, nekem ez volt a legmeglepőbb, hogy se, se egy komikó kameót nem kaptunk, sem ugye a mindenki által nagyon-nagyon régóta várt uh, Hilary Svenkes kameót sem kaptuk meg, meg nem tértek vissza olyan figurák a korábbi filmekből, vagy éppen évadokból, akik már ugye felbukkantak korábban a sorozatban. Szóval nagyon sok ilyen nüansznyi negatívum van benne, de igazából nem hiányoznak, meg, meg ez, 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 inkább egy ilyen, nem is tudom, rajongói vágy, hogy szeretnék ezeket a karakterekkel újra találkozni, szeretném azt látni, hogy ők hol tartanak az életükben, mi történik velük, hogy vannak és a többi, mert ebben a szezonban is két epizódban is visszahoztak, um, sőt igazából, ha úgy visszak, akkor három epizódban visszahoztak olyan, karakter olyan karaktereket, akik korábban talán a ők háromban szerepeltek, ha jól emlékszem, szóval most ez, ez, ez a film az inkább ebből táplálkozott, ha úgy tetszik, Hilary Swank viszont most a tévésorozatot forgat, szóval nem tudom, hogy mekkora potenciális lehetőség van arra, vagy mekkora kapacitása lenne arra, hogy beugorjon a kobrakájnak a hatodik évadába, ami ki tudja, hogy megtörténik-e, hiszen az alkotók azok most jelenleg egy sorozatot biztosan készítenek a Netflix számára, valami új sorozatot, illetve ezen kívül ugye a Ferris Bueller sorozatot is fejlesztik, a, vagy filmet is fejlesztik, úgyhogy nem tudom, hogy mi fog majd ebből az egész történetből kikerekedni. Minden esetre, hát jó, jól sikerült szerintem ez a szezon, én nagyon élveztem, engem valamire jól lehet a szórakoztatni. Megint csak megvoltak azok a hullámvölgyek, amiket bejártunk, hogy voltak epizódok, amik nagyon-nagyon kiemelkedők voltak, voltak epizódok, amik nagyon nem, voltak ugye olyan epizódok, amikben olyan elemeket találkoztunk, amiket már korábban kiátszottak. Érdekes volt látni azt, hogy Robi igazából semlegesé próbál megválni. Érdekes volt látni azt is, szerintem legalábbis, ahogy megpróbál közelebb kerülni az apjához. Nagyon-nagyon élveztem az azt a dolgot, hogy hogyan tudták tovább boncolgatni, vagy éppen kifejteni az egész ellentétet szem és uh, Tori között. Aztán azt is nagyon szerettem, hogy ráját valahogy sikerült vissza csempészniük a történetben, még hogyha minimális szerepben is, de mindenféleképpen tök jó volt. Az, hogy a, az a két Anuska, illetve a másik, aki ugye Danielnek a rokona, az autókereskedésből őket, és valahogy sikerült két epizódba bele csempészni. Iszonyatosan jó feel good karakterek, akik az égeti vagyok, semmi szükség nincsen, abszolút nem indokolt az ő szereplésük, de amikor ott vannak, akkor, akkor szakadsz rajtuk, mert teszik a komikrédív dolgaikat és ebből a szempontból tökre meg tökre jól tudják megvalósítani azokat a dolgokat, amiket nekik meg kell valósítaniuk. Én nagyon-nagyon szerettem egyébként, nagyon sok mindent ebben a szezonban is, tökre jók voltak azok az utak, amiket a karakterek bejártak, tökre és izgalmas karakterfejlődéseknek láttunk a tanulni. Úgyhogy, úgy, nekem ebből a szempontból mindenféleképpen egy fenomenálisan zseniális szezon volt. Nem tökéletes. Nem tökéletes, de nem kell tökéletesnek lennie, élvezetesnek kell lenni. Ha belegondolok, hogy nekem a Vinyl Earp a kedvenc a Supernatural után, vagy óta, akkor azt kell, hogy megyom, hogy a Vinyl az minden volt, csak éppen nem tökéletes de ahogy bánt a karaktereivel, amilyen kapcsolatrendszereket képített, ahogy tudta görgetni előre a történetet, ahogy tudott epizódikus lenni közben, ahogy folyamatosan igyekezett valami fontos dolgot megtanítani a nézőjének, abból a Cobra megint csak az élen jár. És nem feltétlenül azért, mert hogy megmutatja, hogy hogyan kell bosszút valamin, valakin, vagy éppen ilyen dolgokon, hanem tényleg azt, azt tudja letenni az asztalra, amit egy ilyen jelgősorozattal elvár elvárna az ember, és hozzátesz valamit, még akkor is, hogyha egy opera, Mert az tényleg egy szappanopera a Cobra Kai, a is nézem, egyszerűen baromra jó akciódus, de attól még szappanopera maradt, és ezzel nincs semmi gond, mert a szappanopera része teszi igazából hab, habzsolásra alkalmassá ezt a szériát, miközben tényleg vannak olyan epizódok, amikor, amikor azt kívántam, hogy bár lenne több időm, és bár itt le tudnék állni, és hagyni egy-két nap szünetet, hogy ezt megemészszem, ezt feldolgozzam, mert, mert szezon első fele az egy wow, kategóriás volt, aztán jött a hatodik-tól a nyolcadik részig, ami megint csak egy ilyen mások kicsit felpörgetettebb dolog volt, és utána megkaptuk a kilencedik, tizedik részt, ami igazából egy dupla résznek megy el, ha úgy tetszik, és szerintem egyébként az is baromra jól működött, meg, meg azért voltak meglepő dolgok, meg brutális akciószekvenciák voltak a végén, úgyhogy szerintem jól működött. Viszont menjünk bele egy kicsit jobban a részletekbe, és próbálkozunk meg a spoilerekkel is. Úgyhogy innentől kezdve pedig sz szeretnék spoileresen is beszélni egy kicsit a sorozatról. Mert ugye amikor először találkozunk miguel a szezonnyitóban, akkor ő már ugye ott van Mexikóban, és az apját keresi. Hát ez a, az apakeresés, ez nagyjából két részig tartott, és első ránézésre úgy tűnt, hogy, hogy míg te megtalálta, és feltételezhetőleg megtalálta, bár ezt soha nem merte megkérdezni tőle, meg stb., akkor úgy tűnt, hogy ez egy nagyon-nagyon tisztességes jó ember. És, és ugye ez újabb surladás, vezet Miguel és az anyja, vagy éppen szem között, hiszen kihajta szemnek a élete legfontosabb pillanatát, ugye a versenyben, nevezetesen ugye azt, amikor meg kellett küzdeni egy torival, viszont ugye azt a csatát elvesztette, és utána teljesen összetört meg, meg minden, ami, ami szerintem továbbra is egy zseniális dolog, ahogy, ahogy szemnek próbálják meg a tori által okozott uh, ilyen stresszét kezelni. Mert, mert, tényleg ez történik ebben a sorozatban, és ezzel az egész világon semmi gond nincsen szerintem. Iszonyatosan jól bánnak az ilyen jellegű dolgokkal. Tényleg azt érzed rajta, hogy, hogy ezek igazi karakterek, és igazi éveket járnak be, és ez mindig, felül, mindig üdítő, amikor, amikor látod azt, hogy egy karakter fejlődik, és látod azt, hogy szenved, és tudsz azonosulni a problémáival, még hogyha az ő problémái egy kicsit másabbak is, mint a tiéd, de, de, lehet találni minden, minden olyan dolgon, olyan problémát, amivel az ember hétköznapi életéből is tud meríteni, és tud vele azonosulni, és szerintem ez egy fantasztikus dolog. Amit még nagyon szeretem, mindenféleképpen az, hogy egy volt a szerepe, ebben az egész történetben, mert, mert ő valahogy egy olyan fajta, nem csak egy komik próbált meg közrejátszani ebben az egészben, de valahogy megpróbált egy kicsit. Érdekes volt az, hogy Daniel ide rángatta, hogy segítsen neki megoldani azt a, az egész helyzetet, mert, mert szerintem ez mindenféleképpen egy ilyen érdekes dolog volt, viszont az, hogy hogy, hogy, hogy hol, hasz, hol hogy használtak a karakterét, az már egy teljesen más kérdés. Visszakanyarod egyébként ez a mexikai történet szárhoz. Voltak pillanatok, amiket én nagyon élveztem, voltak olyan pillanatai, amiktől nem, nem igazán tudom hova tenni, meg iszonyatosan lesz, leszívták az hogy a Viszont az, amikor látod azt, hogy, hogy megérted azt, hogy Miguel anyja miért mondta neki azt, amit mondott neki, annak nagyon örültem, mert, mert hogyha nem látjuk benne azokat a dolgokat, amiket Miguel anyja mondott, akkor nagyon-nagyon akkor dühös lettem volna, hogy, hogy bár megváltoztat az ember, hiszen Johnny is gonosz volt 20 évvel ezelőtt, és, és egy ilyen pasi miért ne letne jó fiú 15 évvel később. Abszolút benne van ez a pakliban. Nyilván nem feltétlenül lesz valós a, az elképzelés, viszont a, nem hozták ki azokat a dolgokat belőle, amik, amikre én azt mondtam volna, hogy ki kéne hozni, és emiatt én az egész első két részt az egy kicsit én fölöslegesnek is éreztem ebből a szempontból, és csak is ebből a szempontból, mert, mert a mexikai történet tök jó volt, meg ilyen jó kis ilyen kalantúra jellegű dolog volt, ahol ugye Johnny és a fia Robi tudtak egy kicsit közelebb kerülni egymáshoz, amiben szintén nagyon keveset láttunk. Érdekes volt látni miget egyedül, hogy hogyan próbál meg ugyanezt a dolgot megvalósítani, amit szem, idézőjelesen. Szóval voltak benne érdekes pillanatok, viszont az, hogy, hogy a karaktert hiába ábrázolták gonosznak, egyszerűen nem láttunk belőle semmit, úgy Isten igazából, hogy ő gonosz, csak úgy érzékeltetik velünk, hogy ő amúgy egyébként nem egy jó fej, viszont ő nem az a tipikus gonosz, mint, mint amilyen mondjuk kríz, vagy éppen teri, hiszen, hiszen ők, ők tőlük rettegni kell, és ők, ők nem bújnak el. Még, még ez a fószer ez azért elbújik, mert hogy nem akarja, hogy lesüttejék. Szóval voltak benne ilyen, ilyen apróságok, és, és volt egy olyan pillanat, hogy amikor ugye FBI-os pólóban jelentek meg johnny és mindenki azt hiszi, hogy ők ú, nem is tudjuk, az FBI-tól jöttek, ami egy zseniális poén szerintem. Viszont volt egy olyan pillanat, amikor ugye miguel elengedi a potenciális apja, és ugye találkozik az utcán Johnnyval, és ha jól emlékszem, akkor nagyjából úgy pont az a bolt előtt találkoznak, és hogy egyszerűen nem értem, hogy miért nem sült el egy pisztoly, vagy miért nem volt valami történés, valami, ami egy kicsit is jobban, nem is tudom azt, mondani, nem is az a kifejezetten a legjobb szó rá, hogy megfélemlítette volna a nézőt, de mindenféleképpen valamiféle ilyen extra dolgot tudod volna biztosítani a számára, és nekem ez baromira hiányzott ebből az egészből, úgyhogy, úgyhogy nekem ez a része miatt azt érzem, hogy ott nem volt olyan nagyon nagy csattanó, nem voltak benne azok a nagyon nagy dolgok, amik, amiket elvártunk volna egy ilyen mexikai szálltól, viszont ettől függetlenül szerintem tökre jó, jól építette fel az egész szezont, ugyanúgy, mint ahogy az egész Robi és Miguel közti konfliktust igyekezett helyrehozni. Én láttam azt, hogy egyébként johnny az első szezon első felében azok az évek, amiket ő bejárt, az, hogy ő megpróbált fejlődni, azért, mert ugye Carmen lesz egy közös gyerekük, azt szerintem egy fenomenálisan zseniális dolog volt. Az a fajta ív, amit tényleg Johnny bejárt, és az, hogy megpróbáltak két srácot, mielőtt ugye elmondták volna nekik, hogy uh, mire is kell majd számítaniuk, hogy, hogy ugye majd lesz egy közös kistesoljuk. Az szerintem egy iszonyatosan zseniális dolog volt, hogy próbálkozott az, hogy Robik nem akartak beszélni egymással, nem akartak um, semmiféleképpen sem rendezni, és akkor ugye volt egy fenomenálisan zseniális jelenet, és nekem az volt az a rész, amit én azt mondtam, hogy, hogy oké, okay, én, én, itt én most szeretnék egy kis szünetet, meg, meg, egy, legalább egy hetet beiktatni, mert, mert egyszerűen fenomenálisan zseniális volt az a jelenet, ami Daniel és Johnny között volt, ugye amikor ugye Daniel megjelenik Johnny lakásán és a segítségét kéri, és ugye Johnny azt mondja neki az ötödik rész környékén, hogy hát ennél szarabból nem is nézhetnél ki, míg Johnny lakása meg egy ilyen tökre ilyen felújított zseniális ö, odú, meg stb. Mert, próbál próbált felnőni, és, és imádtam ezt a történetet, imádtam azt a fajta évet. johnny mindig is nagyon szerettük ebben a sorozatban, érdekes mód szemben ugye a karatekölyök filmekkel, de itt valamiért ez a karakter ez nagyon nagyon tudott működni, és iszonyatosan szerethető figura, akinek szorítasz. Szorítasz, hogy az élete jobb legyen, szorítasz neki azért, hogy legyen már valami, ami összejön neki az egészben. És megmondom őszintén, hogy olyan szintű veszélyeket tudtak felépíteni ebben a szezonban, amikre azt hittem, hogy ha ezeket közül bármelyiket meglépik, akkor nagyon durván merész lett volna. És igen, ha megmerik lépni azokat, akkor még inkább az, 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 igaz lenne rá, hogy ez egy szappanopera volt, ahelyett, hogy, hogy ez egy ilyen akció ifjúsági felnövés történet lenne, ami egyébként. Viszont úgy, hogy nem lépték meg azokat a dolgokat, és annyira adták magukat, onnantól kezdve egy kicsit úgy voltam vele, hogy basszus kulcs. Nem szeretem annyira, vagy, vagy, nem érzem azt rajta azt a fajta hatást, amit, amit szerettem volna megkapni tőle, de nem bánom egyébként, hogy nem kaptam meg. Valószínűleg egyébként, hogyha, hogy ez nem fiataloknak szólna elsősorban ez a sorozat, akkor megmerték volna lépni valamelyiket a kettő közül. Örülök neki egyébként, hogy nem tették meg, szóval fél ne senki, Bármennyire is hiányolom, att attól még örülök neki, mert karakter szempontból nem lett volna jó, történet szempontból pedig nagyon-nagyon durván megalkoztott volna mindent. Úgyhogy történetmesélőként nagyon örülök, hogy nem lépték meg, csak azt mondom, hogy nagyon adta magát, és kicsit csalódás, hogy, hogy egyik sem történt meg azokból a dolgokból. Ami belőlem egyetlen fajta feltételezést tud előhúzni, nevezetesen az, hogy szerintem nem utoljára találkoztunk még apjával. Szerintem, hogyha lesz a 6. évad, én óriási nagyot csodálkoznék rajta, hogyha nem tudnák valahogy visszahozni ezt a karaktert, vagy nem próbálnak meg őt megtenni akár egy fő ellenségének a következő évadra. Kicsit furcsa lenne, hiszen ugye Mexikóban él, a történet viszont Los Angelesben játszódik, szóval nem tudom, hogy ez hogyan tudna működni egyébként a valóságban, meg a gyakorlatban, de megmondom őszintén, hogy, hogy annyira, annyira ezt a történetszállat, és annyira érdekesnek ígérkezett, és annyira semmi, semmilyen lett a vége, hogy, hogy én nem tudom elhinni, hogy, hogy nem fogunk kapni többet belőle. És tudom, hogy nem, a, nem egy gyűrűkurát kell elképzelni, ahol tudják az alkotók, hogy van ötven részünk, és akkor majd valami, ami az első epizódban volt megemlítve, azt majd az 50. Rész visszahozzuk és megemlítjük ott is, jelegű a dolog, hanem, hanem tényleg itt évadról évadra építik fel, és ahhoz képest viszont tényleg ilyen tökre jelentéktelen dolog volt, hogy, a milyen fontos jelentőséget próbáltak meg neki sugalni. Emiatt egyébként az első két rész szerintem egy kicsit más, milyenebb volt, és a harmadik tól az ötödikig volt megint egy nagyon-nagyon jó kis történet, úgyhogy, úgyhogy nekem az, a része az mindenféleképpen nagyon tetszett ebben az egészben. Uh, nem is tudom, hogy mi az, amit még kimernék emelni, úgy Isten igazából. Szerintem érdekes volt az is, amikor Chosen először látja azt, hogy teri, uh, milyen módszereket használni és ugye kiderül az az, hogy kimszunjong az valóban létező, személy volt, aki a korai háború alatt vált ismerté, és ilyen tankszúdó, vagy mi az Isten volt a neve annak a fajta irányzatnak, aminek ő volt a mestere. Az egész stílusa az, hogyha jól emlékszem, akkor megtévesztésen alapult. Úgyhogy szerintem ez, ez mindenféleképpen iszonyatosan király volt. Ami nagyon jól működött szerintem az Johnny-nak és Robinak a partos mexikói verekedős jelenet, amikor az ausztrál szörföst lenyomták a csába. Azt imádtam benne. Volt egy nagyon érdekes kérdés talán a második részben, amikor ugye talán, ha jól emlékszem, kérdezte azt, hogy a torna a kobrakáj túlélésének kulcsa volt. Ha egy ember a túléléshez lop kenyeret, akkor csal. Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés volt, mint hogyha, de lehet, hogy tévedek egyébként, mint hogyha Teri és a csaj között hallgatott volna el ez a, ez a párbeszéd, és ez egy nagyon-nagyon érdekes filozófia, mert egyébként igen, ha túlélésért lopsz, az is lopásnak számít, tehát az is csalásnak számít, másfelől viszont igen érthetőbb jellegű dolog, viszont itt azért, hogy mondjam, tehát öh, mindegy, szóval ez ilyen nagyon-nagyon maceres kérdés volt. Aztán volt nekem egy ilyen kedvenc jelentem a harmadik részben, amikor ugye, jól a második részben épült be Chosen az egész terének a, a világába, illetve a Kaihoz, viszont hamar le is bukott, miután ugye megkívta vacsorázni a figurát, és ugye az a, az a fajta viszki, amit, amit megkínált, az, azt, azt másképp reagálta le, mint, mint ahogy bárki más, ami egy ilyen what the fuck kategóriás dolog, de én nem hiszem, hogy egyébként ilyen is simán tud létezni, hiszen ha valaki szereti a viszkit, akkor miért nem tudna ilyen történni. Aztán szerintem az is egy jól történik, tehát itt volt egy jó poén, hogy ez a harmadik részben volt már a golfklubban, ha jól emlékszem, a nyitó jelenetben, és ugye azt mondja neki, ugye Teri, hogy a tűzzel játszott Deni fiú. Mire Csózen oda megy, és azt mondja, hogy és én vagyok a benzin. Boom! Imádtam, imádtam. Csózen olyan szintű fajta humor tudod megtestesíteni, illetve képviselni ebben a sorozatban, ami, ami miatt ő szerintem egy, nem csak egy komik volt, de, de valahogy sikerült a bölcsességével hozzátenni valamit. Az amúgy is szerintem magasok tenszámon pörgő történetéhez, úgyhogy meg karakterfelhozatalához. És tökre, tökre, jó volt látni azt azért, hogy, hogy őt sem egy szinten próbáltak tartani, hanem azért neki is próbáltak valamiféle ívet belevinni, de úgy alapjáraton Chosen volt szerintem az, aki a legkevesebbet változta a tíz epizód során, amiből ugye az ötödik évad állt. Aztán volt, volt egy tökéletes érdekes poén, amikor ugye Johnny be, bemegy a Miguelékhez vacsorázni, és ugye azt mondja, hogy illegálisnak kéne lenni a tulajdon megrongálásának, mire Miguel anya azt mondja neki, hogy de hát az is, ami na mindegy. Aztán megválsz a harmadik részben a azt aztán utána még ott talán a tizedik részben találkoztunk vele utoljára. Ő, ő is egy régi szimbolája volt terének, aki talán akkor a karatek ők harmadik részében bukkant fel, ha jól emlékszem. Aztán ennek, ennek a résznek a legérdekesebb mondja az mindenféleképpen az volt, hogy Miguel és szem kapcsolata milyen irányba fog majd elindulni, hiszen elég fasírban vannak most éppen, és nem tudják, hogy folytatják-e a kapcsolatot, vagy éppen szám szakítani szeretne. Szóval meg volt ez a kis tini dráma vonulat, amit, én nagyon-nagyon szerettem ebben, ebben a történetben. volt egy poén, azt hiszem, szintén a harmadik dráma, a negyedik részben volt, amikor ugye szemet a barátnő elvitt, és szerintem a, ebben a részben volt, ugye a harmadikban, amikor szemet elvitték egy ilyen spa helyre, és ott volt egy ilyen kis kabinszerűség, és akkor ugye megkérdezi azt uh, szem, hogy, hogy ez egy ilyen inga megvonásos, vagy hogy ez egy ilyen hogy ez egy ilyen inger megvonásos medence, mire talán Moon azt felelte, hogy már nem hívják így őket, nem a megvalásról szól, a legbensőbb béneddel való kapcsolódásról szól. Tehát ez, ez is annyira tipikusan ilyen 2022-es, meg 21. századi dolog, hogy, hogy, ma már nem úgy hívjuk a dolgokat, ahogy, ahogy mi hívtuk annak idején, hanem most már átnevezzük, meg átmarketingeljük, mert, mert hogy ez jobban hangzik. És egyébként tökre nem jelent más, de viszont, viszont ez a másfajta szó, amit használatunk rá, vagy ez a másfajta jelentés, amiben meg tudjuk tölteni, annak értelmében teljesen más dolgot fog majd eredményezni, megjelenteni. Ez az egész. Ugye ez volt az a rész, aminek a végén ugye Johnny megtudja, hogy Carmen tényleg terhes, illetve megerősítette neki a nő, és Johnny pedig erre annyit mond, hogy BEDES! Imádtam emiatt ezt az egészet. És akkor ugye a negyedik, ötödik részben pedig indul az a fajta fejlődés, ami, ami szerintem Johnny szempontjából a legkirályabb dolog volt a világon. Imádtam mindent, ami Johnnyval kapcsolatos volt ebben a szezonban. Érdekes volt egyébként, mert Daniát folyamatosan építették le, mint kezdett volna megőrülni, mint egy kicsit kezdett volna, ahogy mondjam, átválni valami, valami gonoszszá, és minthogy ő, ő, kezdett volna a történet negatív főszereplőjével vagy főhősévé válni, ami nagyon-nagyon nem volt jó, meg szimpatikus, míg Johnny folyamatosan egyre jobb és jobb és jobb karakter lett amire egyébként nagyon örülök, csak olyan vadafak érzés váltott ki az emberből, de ezt nem először látjuk ebben a sorozatban szerintem, amikor, amikor ez a két fél idézőjelesen hát szerepet vált, ha úgy tetszik, hiszen az egész sorozat úgy indul, hogy Johnny perspektívájából ismerjük meg az egész történetet, mielőtt az váltott volna talán a második évad környékétől, vagy lehet, hogy az első évad második felétől vissza Daniel-nek a perspektívájára, és most igazából mind a két karakternek a perspektívájában tökéletesen jól tud működni ez a sorozat, és érdekes látni, hogy az egyikük az nem gondol viszont a másik szemében már az. Én ezt nagyon szeretem ezt a, ezt a fajta játékot, amit itt megcsináltak ebben a, ebben a sorozatban. Aztán Silver, Terry Silver tényleg nagyon-nagyon messze mert elmenni, aminek nagyon-nagyon nem örülök. Johnny pedig úgy dönt, hogy a, hogy a Robit od magához fogadja egész nyára. Az egész történet száll egyébként, ami Kennyvel kapcsolatos, ugye Kenny volt az a kis fekete srác, akit szemnek az öccse zaklatott a gimiben, aztán ugye beállt a Kobrakályhoz, ahol kiképezték, és az ott már ő lett a zaklató. Na az ő történet száll az egy nagyon nagyon érdekes dolog volt, ugyanis Robi volt ugye a mentor az előző évad és folyamatosan próbálna meg kimenteni, segíteni neki, viszont a srác az egyáltalán nem hajlandó odafigyelni arra, hogy, hogy mit, is, mit, is próbál neki mondani Robi, ami szerintem egy eléggé negatív dolog volt. Um, mi is volt még az, ami nagyon jól működött. Igen, ez, ez, volt az, amikor szerintem Johnny munkát vállal méghozzá ilyen Uber sofőrként, vagy valami nagyon hasonló dologként, és itt szerintem nagyon sok vicces dolog volt. Ez az, az, a, pár perc, amit mi kaptunk, az, az mind volt, és viszonylag zseniás 10 per 10-es poénok. Nekem az egyik kedvencem az az volt, amikor ugye beszállnak a, a fiatal lányok, és ugye teti a zenét keményen Johnny a kocsiban, és a lányok meg megkérdezik, hogy nem játszhatnál valami Billyel vagy valamit? És, és akkor Johnny íz, benyúl a, a kis kalaptartóba, hogy mi az Istennek hívják ezeket, és előránt egy közöttet, és az mondja, hogy akartak, oké, okay, tessék, és berakja a között a lejátszóba, ami iszonyatosan bedez volt szerintem, és akkor elkezd berakítani tovább a és imádtam ez az egész, az egész szekvencia olyan szintű humor tudott belecsempészni ebbe az epizódba, hogy, hogy mint hogy kicsit el tudtad volna felejteni azt, hogy ez mennyire negatív is az a szezon, hogy mekkora nagy probléma, hogy találjuk munkat szemben, hiszen de erre abszolút szükség volt. És, és, ugye volt, volt rengeteg poén, például, mert ugye sörszagú volt a kocsia, hiszen sör volt benne, vagy éppen Johnny belenyúlt valakinek a kajájába, és megevett valamit, és amiért egy csillagot kapott. Szóval nagyon sok érdekes poén tudtak belecsempészni ebbe az egészbe, és az nag volt egy a fontos mondata ebben a részben, ami helyre rázta az egészet, és tulajdonképpen az egészen a szezon finálének az utolsó pillanataiban is volt egy hatalmas jelentőség ennek a jelentnek, nevezetesen az, hogy az a helyzet, ha egyszer rájössz, mi a legfontosabb, a többi dolog kicsit könnyebb lesz, mert tudod, hogy értük csinálod ezt mondta az is. Ugye johnny nak mint ugye a legnagyobb ilyen tanács. Aztán nekem az is egy brutálisan nagy komik volt, hogy Chosen a, 90 day, a day t nézi a tévében, ami azért volt nagyon vicces, mert pont ezen a héten játszott a Wu is a, vagy Wong is a, a shihakban. egy, egy olyat, hogy mafiózókat nézett, meg egy másik sorozatot nézett, és csak így tíz szá, rólunk szólt nézett, és te csak úgy pislogsz, hogy what the fuck? És, és tökre jók ezek a kis ilyen kicsit dolgok. Aztán, aztán ugye az ötödik részben újra találkozunk rájával, aki megkapja a Johnny-nak a légi kocsiját. Ö, van egy karatekölyök háromból, azt hiszem Jessinek hívják a nőcit, aki ugye annak idején Daniel csaja volt, és ő ismertette össze a mandát és Danielt. Ami, ami szerintem tök jó volt, csak én szerettem volna ebből a csajbarátságból egy kicsit többet kapni mert a Mandájának a történet száma nem volt különösebben lenyűgöző ebben a szezonban. Érdekes, volt az, ahogy őt is manipulálták, érdekes volt az is, amiket, amiken ők keresztül mentek, meg az egész házasságuk. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és izgalmas utazás volt szerintem ebben a szezonban. Az is nagyon érdekes volt, ahogy megpróbálta tulajdonképpen felkészülni erre az egész dologra. És, és hát ugye ez, a rész volt, az ötödik rész volt az, amikor ugye megvolt az a bizonyos párbeszéd Johnny és Daniel között, mert, mert szerintem ez egy iszonyatosan fontos dolog volt, és ugye ennek a beszélgetésnek köszönhetően Daniel úgy dönt, hogy, hogy fölhagy ezzel az egészszel, és Csózent is elengedi, és bocsánatot kért tőle, mert ide rángat, és Csózent erre csak annyit mond, hogy a idő becsületét védeni, sosem időpazarlás, és egy baráton segíteni sem. És ez megint csak egy ilyen tökéletes, aprócska mondatok, de, de, valahogy annyi jelentőséget tudják megtölteni őket, hogy, hogy én egyszerűen imádom ezeket a, ezeket a részeket belőle, és, és hát ugye a szezon második felem. nos, nem tudom, hogy igazából, igazából tudjátok mint, ma még rengeteg mindenről kéne kéne hogy ez a szezon második feléről majd inkább a következő adásban szeretnék beszélni, mert szerintem imádom, tehát én nagyon-nagyon imádom ezt az egész szezont, meg tényleg tele van jó pillanatokkal, viszont viszont a Cobra a következő adásban szerintem még ezen a héten visszajövök, és ott mindenféleképpen fogok még egy kicsit többet beszélni, mert a szezon második fele az, az tényleg egy olyan téma, amiről külön kell beszélni, és hogyha ne hogy Isten még nem láttad a, a, szezonnak a második felét, akkor, akkor a következő adásban majd lehet újra spoileresen beszélni róla. Úgyhogy ez lesz legközelebb, most pedig irány a kibeszélő. Ki beszélő! Kezdjük az egészet a Disney Plus Day-en debütált Verdák az útonnal, ami 9x10 perc környéki animációs Pixar csodát jelentett. A Verdák népszerű világából, ahol a hőlelmiszen Willem McQueen és Matuka nekileselkednek Matuka nővérének az esküvőjére, és eközben iszonyatosan izgalmas kalandokba tudnak keveredni lényegében erről szól a Verdek az úton. Én keveslem a 90 percet, pontosabban a 9 részt belőle, nem tudom, hogy honnan jött ez a random szám, az Amazon is 9 részes lesz szóval. De mindegy, elengedem ezeket a jellegű témákat, viszont azt mindenféleképpen szeretném megszögezni, hogy szerintem brutálisan szórakoztató volt ez a sorozat. Voltak benne nagyon jó poénok, meg nagyon-nagyon jó és érdekes részek is benne, például a Tirano broncsos Rex, meg, meg, hasonló dolgok, hogy kuplung, kuplung tárcsás Rex, ami a legnagyobb és a legvérszomjasabb autódínó volt, annak idején, vagy, 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 ott volt az a, az a és amit én imádtam, hogy jobban aludtam, mint egy hókotról július elsején, vagy elején, fenomenálisan zseniális volt, vagy, vagy egy olyan mondat, amit én szerintem gyakran fogok majd használni, hogy a Duda vigyel, ami, ami csak egy zseniális dolog volt, ez is egyébként szinkronnal debütált a, a Disney Plus-on, és szerintem egyébként tökre jó epizódokat kaptunk ebben a sorozatban is. Szórakoztató volt, és szerintem ez, ez, a legfontosabb ebben az egészben, hogy, hogy szórakoztató legyen, és hogy a néző szemére valami olyan dolgot tudjon nyújtani, amivel korábban nem biztos, hogy találkozott. Tehát az első, tehát igazából nekem az volt a legjobb, hogy antológiának is elment volna egyébként, hiszen epizódikusan épült föl. Például az első rész az egy dinopark című történet volt, amiben egy dinoparkban játszódott, és tehát a dinókat, az autodínokat próbálta meg előtérben Helyezni. Aztán jött a villanyoltás című rész, a második, az meg inkább egy ilyen horror jellegű történet volt, így ilyen szellemek járta uh, házikóban, majd jött a száguldás szerelmesei, ahol ugye Mat matukából lett egy, egy, versenyautó, és, és tényleg az a versenyzésről szólt, semmi másról isten igazából, majd jött a legenda, amikor ugye egy ilyen, hát nagy lábszerű Autót próbáltak meg megkeresni a sötétben, néhány új baráttal egyetemben, ahol ugye az epizódnak az egyik legfontosabb mondata szerintem mindenféleképpen az volt, hogy ami nem öl meg, az azzal az legalább összebarátkozhat. Szerintem mindenféleképpen ez volt az egyik legizgalmasabb dolog ebben az egészben. Aztán kezdődjék az előadás, volt az a, az, az epizód, amikor ugye egy ilyen, hogy oh, 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 is lehet a szívni ezt, ilyen ször, eh, tehát ez egy ilyen guruló cirkuszos történet volt, és ugye az egyik előző epizódban mi már találkoztunk ágyvinak a karakterével, aki ugye egy monster track volt, a negyedik részben bukkant fel. A szörnyek az erdőben jellegű epizódban, és, és tökre, tökre szimpatikus karakter volt, akit visszahoztak ember az epizódban, aki csatlakozott egyébként a guruló cirkusz gárdájához. Szintén egy nagyon jó po poén volt, mert ugye um, nincsen soha a vendégük a az egész cirkusznak, és nagyon örülnek nekem, amikor végre vannak, és hát ugye nagyon jól tudjuk, hogy Vilá McFee meg fél a bohócoktól, hát ki ne félne a bohócoktól az ő helyében is, úgyhogy ez is egy tök jó történet volt, majd megkaptuk a teherautók című számot, vagy hát igazából a számnak is nevezhető epizód volt, hiszen ez inkább egy ilyen műzikelesebb történet volt, ami szerintem szintén megint csak egy nagyon szórakoztató dolog volt, majd kaptunk egy Z-kategóriás filmet, ami, amin én szakadtam a rölgéstől. Ez, ez, volt ugye a sorozatnak a hetedik része, ami, ami hát, Féklámpa stúdió készített egy filmet, amit ugye be a Kadabra rendezett, aki egy híres nevezetes uh, horrorfilm rendező, és, és, hát ugye, amikor meglátják Vélem megvint, akkor azonnal felajánlják egy szerepet, aztán végül Matuka kerül majd be, hiszen Vélem pocsék pocsékul hozzá ezt a rendőrkocsinak a szerepét, míg, míg ugye ö, Matuka pedig egy iszonyatosan szórakoztató karakternek Í ígérkezik ebben az egészben, aztán valahogy az epizód végén pedig ivy is is visszahozzák ebbe a történetbe, megint csak zseniális, zseniális. megoldás volt. A nyolcadik epizód az pedig az országúti csatapati, ami kicsit ilyen meg megszesebb jellegű epizód volt, szintén nagyon szórakoztató rész. Míg eljutottunk az esküvőig, ami, ami egy ilyen tök korrekt kis szezonfinálé volt, a maga kis 12 percével talán a szezon leghosszabb epizódja is volt. Szerintem egyébként egy iszonyatosan és jó történet volt, ebbe volt az, hogy a kúriáját című, című káromkodás hangzott el, meg, meg volt benne egy-két jó, jó kis párbeszéd, vagy éppen olyan gondolat, ami miatt szerintem kiemelkedően ígéretes volt ez az egész sorozat. Én szerettem egyébként a Verdek az úton, nem mondom azt, hogy ez minden idők legjobb sorozata, mert szerintem nem. Viszont én baromra jól szórakoztam rajta, ami szerintem kell, hogy jelentsen valamit, nekem mindenféleképpen egyébként rengeteget jelent, hogy, hogy én személy szerint ennyire tudtam élvezni, úgyhogy, úgyhogy ajánlom mindenkinek. Tényleg az egészet, hogyha valaki egyben akarja megnézni, akkor 90 perc, szóval nem egy olyan nagyon nagy örtöngős befektetési időben, viszont az, az is nagyon fontos leszögezni szerintem, hogy, hogy 9 epizód, tehát 10 perces részeket apeláltat, Thank you simán bármikor bárki el tudja kapni, és onnantól ez ugyanúgy fogja tudni élvezni, vagy éppen csak, hogyha nincsen sok ideje, akkor, akkor például szerintem egy tökéletesen jó szórakozás lehet. A következő, amiről beszélni szeretnék mindenféleképpen, az az Amazon ügyvéd negyedik epizódja, az Ez nem valódi mágia című történet, amely egyébként egy tökre érdekes dolog volt, mert ugye vonglat lett az új ügyfelem jenny és egy bűvészet, egy bűvész próbálna meg megakadályozni abban, hogy használja a titkos tanoknak a jogosulatlan használatát, amit ott tanult, és egy elég pocsék van szó, akit kb. egy hét után kirúgtak ebből az egészből. Nekem ez, ez mindenféleképpen sokkal jobban tetszett, mint az előző rész. Így sokkal jobban átjött rajta az ügyvédi része, sokkal jobban bele tudták szőni szerintem azt, hogy a mágia hogyan és milyen szerepek között tud igazából dominálni a mi világunkban, vagy éppen az ő szóval ez egy tökre jó dolog volt. Doni Blaze-nek a karakternek, aki egy bűvész volt, a a szintén nagyon-nagyon jó volt. Az, hogy mit csináltak Medicinnel, aki ugye önkéntesként keveredett bele be az egészbe, és akinek ugye y írja a nevét, meg két viszont az Y nem ott van, számít azt hiszem, zseniális, zseniális szőke, bulis icsának tűnik nekem ez a hölgy, úgyhogy, úgyhogy miért mindenféleképpen nagyon-nagyon csíptem ezt az egész részt. Iszonyatosan nagy, durva comic relief volt az egészben. Vong is egyébként egy brutálisan nagy comic volt, mert mondom, a néz, meg rólunk szólt néz, szóval Azért, azért tökre jó, de, de, az, amikor ott van neked ez a Medicine nevezetű csaj, és elszpoilerezi neki annak az epizódnak a tartalmát, amit vong éppen megnézni készül a mafiozókból, az, az ugyan hú, passzus kulcs, ez zseniális. És tényleg zseniális humora volt ennek az egésznek. A másik történetszál, ha, ha eltekintjük ezt az űvédi történet száll, ami szerintem az erősebb volt, akkor mindenféleképpen az, hogy Jenny elkezd randizni és beregisztrál a matcher az oldalára, ahol megpróbál tényleg egyébként um, randevúzni, nyilván Jenként nem érdekli a kutyát sem, viszont Amazonként mindenki szeretne vele összejönni. Találkozik egy srácsal, már éppen közelebb kerülnének egymáshoz, amikor Wong felbukkan, hogy segítségét kérje aztán elmennek, majd hazajön, ágyba cipeli a sávot, másnap reggel pedig Jenként ö, várja, hogy a srác felébredjen, csinál is neki reggelit, meg minden, a srác pedig, oké, okay, nem tudom, hogy te ki vagy, de én most lépek. Ami nem csak a Jeniknek a szívét törj össze, hanem minket is, mind nézőket, és, és valahogy tök, tökre jó érzés volt az, hogy nem, nem tudom, tehát valahogy sikerült a randizásnak a nehézségeit, és az ügyvédi részét annak a, a szuperhősös világnak tökéletesen jól ötvözni. És szerintem ez volt nekem az első ilyen epizódom, amire azt, tudom mondani az Amazonnal kapcsolatban, hogy emlem kalapom, wow, tökéletesen jól működik, minden megvan benne, amire én nézőként vágyom, minden megvan benne, ami szerintem iszonyatosan fontos, és valahogy ennél sokat többet tudott nyújtani nekem ez az epizód. Szórakoztató is volt, de nem vitte túlzásba, közben meg elég érdekes elemeket igyekezett megvalósítani, úgyhogy, úgyhogy én tényleg azt tudom mondani, hogy személy szerint én élveztem ezt a részt. Szórakoztató volt, volt egy tökéletes jó kis párbeszéd, Wong és Jenny között, amikor ugye, szerintem amikor még Vong fölkérte talán, akkor, akkor hangzott el ez az egész, hogy mi egy nagyobb erőnek engedelmeskedünk, ami a téridő kontinuum törvényei szerint működik. Jen pedig oké, okay, jó neked, viszont itt az amerikai jogrendszer működik, és mindent úgy kell csinálnunk, ahogy a nagykönyvben meg van érva. És akkor visszakérdez vonk, hogy Visantin könyvében? Jen meg néz, hogy mi a franc bajod van neked öreg? Nem, az amerikai törvények nagykönyvében. Nem, nem tudom miért, de én iszonyatosan szakadtam ezen a poénon. Szerintem baromira jól működött, és baromira szórakoztató volt ez az egész epizód. Én, én, tényleg azt tudom csak mondani róla, hogy ez volt nekem az első rész, amire tényleg azt tudtam mondani, hogy ha ilyen lesz a következő öt rész, akkor én nagyon fogom szeretni. Tökre jól áll neki az epizódikusság, tökre jól áll neki az, hogy gen problémáit is igyekszik belecsempészni ebbe az egészbe, tökre jó a negyedik falnak a lebontása. Egyszerűen, egyszerűen, valahogy nagyon sok olyan dolog van benne, ami szerintem pokolja jól tud működni, és amik miatt én személy szerint pokolyan jól is tudom élvezni ennek a sorozatnak a létezését. Úgyhogy köszönjük szépen az Amazonnak, hogy egy ilyen negyedik epizódot tudott leszállítani, mert csak azért is, mert a Szentemas a Sárkányok háza a negyedik epizódjában megközelítőleg nem tudott semmiféle hasonló dolgot nyújtani, és szerintem erről még nem beszéltem, de egyébként én baromira utálom a főcímét, mert egyrészt moskos unalmas, és ez tényleg az a fajta főcím, amire én azt mondom, hogy ez az a skip intro, de úgy, úgy nagyon-nagyon erőteljesen. Pedig én főcímbuzi vagyok, és én imádom őket, és soha nem lépem át őket, de itt annyira hosszú és annyira unalmas, és egyszerűen annyira hútorító az a CGI, ami egyébként a sárkányok házában van. Tehát amikor látod, hogy folyik a vér, és, és és undorító, undorító CGI, tehát ez egyszerűen disgusting, tehát, tehát, ilyenkor miért nem tudják ezt megvalósítani, nem cgi -e, hanem praktikus effektekkel építsék meg a makettet, és játsszák el, Vagy mit tudom én. -e. Meg lehetne szerintem ezt oldani bőven, sokkal jobban, meg sokkal szebben, de CGI az, az valami undorító és gusztustalan, és, és erre csak ráerősített az a bizonyos dolog is, amikor a hercegnő ugye hajóval utazik vissza, és olyan szintű ocsmány CGI volt a tengeren benne, hogy egyrészt engem totálisan kizökkentett az egész élményből, másrészt pedig annyira brutálisan undorító volt, hogy ahhoz képest, hogy több mint 200 millió dollárba kerültenek az évadnak az elkészítése, a CGI-en én ezt abszolút nem érzem. Mert ebben a részben egyébként sehol nem volt szükség máshol CGI-ra. Tehát semmi más CGI-ra nem volt szükség, de az a víz, az a körülbelül maximum két perc, talán, talán, talán volt annyi, az a max két perc, az valami undaritó volt. Tehát az a leg, leggusztustanabb CGI, amit én valaha láttam. Körülbelül... Nem, nem tudom, egy 200 milliós büdzséből szerintem ennél, ennél, sokkal jobb szintet kéne, pláne egy HP-tól nyújtani Na mindegy. Ha minden igaz, akkor újabb négy év telhetett el, de lehet, hogy ezt félreértettem, és valami más. vonatkozott ez a dolog. Lényeg az, hogy eltelt újabb idő, volt egy kisebb időugrás is ebben az egészben. Még mindig keresik a Ramirának, azt hiszem ez, volt, ez a szőke Csajnak a neve, az udvarlód vagy a férjet inkább, ő pedig továbbra is elutasít mindenkit, és kusztustalan. Tehát az előző, tehát minden epizódban valamiért bele kell, nem tudom, valami, valami kényszerük van az alkotóknak, mert minden epizódban bele akarnak csempészni valami undorító dolgot. Most például azt, hogy Ramira eddig is érezted rajta, hogy bele van zúgva nagybátyjába. És, és egy undorító, te nem tudok más mondani, rá. Tehát nem, nem is a korkülönbség miatt, mert az, az oké, okay. tehát az, a korkülönbség, az ugye megvan az apja és a, a, az egykori legjobb barátnője között is. Nem az a része zavar, abszolút az oké, okay. azt lenyeljük, az, azt el kell fogadni, az az, ami. Viszont az, hogy démonak aki ugye a keskeny királynak az idézőjeles királya lett, ő tulajdonképpen össze akar jönni, de közben mégsem jön össze. Remirával, az, az nekem egy ilyen brutális érdekes dolog volt, mert ugye kiszakteti őt az éjszaka közepén, lemegy a pornép közé, utána pedig elviszi egy ilyen örömtanyára, azt, azt hiszem, így szokták hívni, ami, ami egy ilyen elég bizarr dolog volt, hiszen, hiszen látod azt, hogy az emberek meg milyen durva orgiákban vannak, csodálkozom egyébként, hogy nem volt több éces, meg hogy nem haltak meg, meg hogy van egyetlen nép, aki fölött lehet uralkodni. Iszonyatosan jól működött benne szerintem az erotika rész, tehát az, ahogy ott sétálnak, és hogy látjuk azt, hogy mi történik, azt, hogy pucér emberek sétálnak, azt, hogy hogyan egymással, vagy hogyan hódolnak az élvezetek tengerének, az tökre jól volt ábrázolva. Erotikus is volt a némelyik pontjain, szexi is volt, amikor kellett. Szóval jól működött, viszont ugye ott vagyunk, és ott vagyunk már, hogy már majdnem megtörténik az aktus maga, és akkor ez csak déma leáll. Te csak pislogsz, hogy What the fuck? Mármint mint talán, hogy eddig eljutottak, de hogy már nem lépik át ezt a bizonyos határt, az, az, és utána a démon elmegy, és a csaj meg ott áll pucéran. That's, that's like, mármint, hogy mondjam, ennél, ennél nem tudnád megalázni, ha sem a hercegnődet. És, és a hercegnő pedig nem tud eldönteni a hercegnőről, hogy egyébként ő nagyon-nagyon tüzele éppen, vagy csak szimplán tényleg ennyire bele van zúgva valamilyen, okból, valamilyen érthetetlen okból kifolyólag démonnak a figurájába, és annyira úszipatikus nekem ez az egész, hogy oh, fel tudnék robbanni tőle. Na mindegy. És utána hazamegy, és utána behi az őrt a szobája elől, akiben amúgy egyébként szerintem ő jobban élik hozzá, meg jobban bele van zúva, meg mit tudom én, Levetet, leveszi róla a páncéját, ami egyébként eszelősen sokáig tart, mire leveszik az összes páncéját, utána pedig lefekszik vele. I mean, oké, okay értem én, meg minden, szóval tökre jó, hogy a szex végre valami szinten domináns példáva tudod válni ebben az epizódban, hiszen lényegben erről szólt, és emiatt fog Ramira egy komoly problémába belecsúszni, vagy, vagy nem is csak ő, hanem igazából másokat is magával ránt, pontosan emiatt, mert hogy kiment, és hogy ott elkezd terjedni egy olyan pletyka, hogy démonnal, bocsánat a kifejezésért, de kurt lényegében. Szóval nagyon sok olyan dolog volt ebben az epizódban, ami szerintem jól működött, például az erotikának a az jó volt, az, hogy hogyan tudták belecsempészni ezt a dolgot, tehát egészen addig a pont szerintem tök érdekes volt, amikor amire kiment a pornép közé, és, és megtapasztalta, hogy milyen is az éjszakai világ, mit gondol róla a népe, meg stb. Ez egy tök jó érdekes experience lesz, ami hozzá tud tenni a karakterhez. Viszont az, amit Démon csinált vele, az, az minden csak éppen ez, nem? És az, amilyen szinten idézőesen megvan a lázva az a karakter, az, az megint csak tovább viszi azt az, az irányzatot, ami szerintem abszolút nem, nem működik ebben, a, ebben az egész történetben. Én úgy jöttem ki ebből a részből, hogy voltak dolgok benne, meg voltak pillanatok benne, amik, amik nekem tetszettek, ugyan, de azt a szóba, hogy sárkányból nem nagyon kaptunk sokat, talán egy, mintha elrepült volna az undorító CGI, tengeri CGI fölött, de, de azon kívül semmiféle dolgot nem kaptunk, semmi, semmi olyan dolgot nem kaptunk egyébként, ami indokolt tenni azt, hogy mi került ebben az epizódban is több mint 20 millióba. Mindegy. Egyéni szósz problém, tudom tegyem túl magam rajta. Nekem továbbra sem tetszik, nekem továbbra is baromira unalmas, és hogyha választanom kéne, akkor, akkor tök egyértelmű, hogy a, a hatalomgyűrűi harmadik részes milliószor kenterbe vert ezt az egész részt, sokkal több minden történt benne. Itt, itt már szerintem a sárkányok házában eljutottunk arra szintre, hogy olyan szintű lassú, hogy ez a brutális lassú történetmesélés. Én ugye azért hagytam a trónak és eszelősen lassú, és tudom, hogy George Martinnak ilyen a stílusa, de attól engem, nekem még nincs arra időm, hogy nézzem azt, hogy semmi nem történik, de az részeken keresztül, és minden egyes résznek hiába van A, B, meg esetleg C történetszállás, minden egyes részben ugyanaz történik, és ugyanazt a témát nyújtják évezredekig undorítóan unalmas. Na mindegy, ennyit erről, ennyit rólam, Kobrakájjal folytatom még jövő héten, valószínűleg, vagy már ezen a héten, mindegy, következő adás Kobrakájról, még lesz szó az évad második feléről, addig még néz meg mindenféleképpen, ha még nem láttad, illetve ha van véleményed a az Amazonról, a Verdák az útóról, vagy éppen a mi is volt, ez? a Serkányok negyedik részéről, akkor mindenféleképpen gyere és beszélgessünk róla lent a kommentekben, mert engem tényleg nagyon-nagyon érdekel az, hogy neked, kedves barátom, mennyire tetszik ez a sorozat, mennyire jön be, mikor kezdted el nézni, mennyire tud beszippantani ez a világon játszódik, mennyire szereted vagy éppen kedveled a karaktereket, mi, mennyire értesz egyet ezzel az egész démon és lamira történet szállal, vagy azzal, hogy hogyan csináltak egy pillanat alatt szerelmi háromszöget az egészből. Pum, na mindegy. Szó, szóval nagyon érdekel a véleményed, gyere és róla lent a kommentekben, vagy éppen egy e-mailt a gmail.com címre, ahol millió témával kapcsolatban zaklathatsz bármikor 024-ben. Iratkozz fel a csatornára, még nem tetted meg, ringasd meg a harangokat, nyomd a csillagokat az égre, amennyiben tetszett a műsor, és gyere a BMW Podcast Facebook oldalára, ahol mindenféleképpen az meg velem gondolataidat, és beszélgessünk arról, hogy mik azok a sorozatok és produkciók, amik téged elázban tartanak, és amit téged érdekelnek. Találkozunk legközelebb, addig pedig popkultúrában, rendkívül gazdag hetet kívánok. Has left the building.